uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Hello Feri! Szevasztok! Hello mindenkinek! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Megjött a sapka, gyerekek! Kaptunk egyet, hogy végre mi is tudjuk, hogy miről van szó, mert eddig csak beszéltünk róla. És Jani hordja is már most itt benne a stúdióban, hogy a kis buksia meg így fázzon. Mufnak. Arra is kézmelegítőnek. Igen, ez egy olyan sapka, ugye, ami sálként is funkcionál, hát. És Jani szerint most már kesztyűként is. Simán, simán. Balázs fején nem csúszik át, tehát hogy ő nem tudja majd használni szerintem, de most komolyan, nem tudja majd használni szerintem sálként, mert elviekben ez egy olyan szerkezet lenne, amit odáig le lehet húzni, illetve a vállalkozó kedvű hölgyek akár is szoknyácskának is. Hát de... egy 6 éves korig nyúlt. Vagy hát, nyúlik? Hát egy picit nyúlik szerintem. Mutasd, jó anyagú. Mi? Így van. Nézd csak. Nagyon hát nem tudom, gyerekek, nekem ez annyira nem tetszik. Mindannyiunk nevében. Ne igényesked már túl a dolgok. Ez a bajom. Ja, nem, figyelj. Nem, elmondom, mi a baj. Szóval, hogy egyrészt a bögre baromi népszerű volt. Én értem, hogy most nincs bögre. De hogy nem tudod annyira meghúzni fölül, hogy ott ne essen be az eső, illetve szóval, hogy lyuk van a tetején ennek a sapkának. És plusz, ha összehúzod, nézd meg, akkor... Én nem mondok semmit, mert megint az lesz, igen, hogy most én milyen rossz fej vagyok. Te nem értesz a sapkákhoz. Azért azt valljuk be őszintén, hogy te nem... Micsoda, az első 20 éve, mert csak sapkát kaptam karácsonyra, úgyhogy... ha valaki, én értek a sapkákhoz, minden karácsonykor azt mondta, hogy már megint sapka. Nem, kisfiam, használhatod bevásárolni is, ezt mondta anyám. Tehát én tudom, milyen sapkát kapni karácsonyra, névnapra, születésnapra, vízkeresztre, mindenre. Nem, szóval, hogy ezzel csak az egyetlen egy baj van, hogy a sálnak tök jó, viszont nem tudod annyira meghúzni fölül, hogy ott nem maradjon lyuk. Jó. Na most, ha egy lyuk marad egy sapkán, ott beesik az eső. Ha? Egy darab folpakkal ezt szerintem el lehet. És belülre vagy kívülre? Belülre és arra húzom. És arra rá a sapkát. Figyelj, nem, a szoknyam variáció viszont egyre jobban izgat. Megkérjük még Voksán Virágot, hogy jöjjön be ide a stúdióba és próbálja fel előttünk. De egyébként az összes többi célra szerintem majd, hogy nem, illetve azokra is maximálisan alkalmas. Aha. Na jó, van, hát én ide teszem. De köszönjük, legyen itt. Hogyha valaki keres, így van. Ez most ugye az ajándék. De akkor harcolunk a bögréért, vagy? Aha, jó. Igen, legyen így. Jó, legyen így. Jani, hoztam neked ajándékot. De rendes vagy, nekem köszönöm nem szépen. Hoztam, mert ezt nem szereted. Nem, Balázs, ne haragudj. De ne, egyáltalán nem baj, attól függ, hogy mit hoztál. Szeretem ezt a szatyrot, jó erős. De ezt nem adom oda. Egy nagyon drága nájlonzacskó. Kérlek szépen, annak idején, ezt már kaptuk egyszer egy főzőiskolától ilyet, most megint küldtek, mert voltam náluk, és ez az új verzió. De király! Tessék, de jó! Akarsz egy kortyot reggel ide? Nem, én ezt nem szeretem. A múlt hetem végig azzal telt el, hogy próbáltam megjutni valamilyen szaküzletbe, ahol a kifogyott készleteimet feltölthettem volna. De miért nem szólsz nekem ilyenkor? 100% fájdalomból. De nem sikerült. De rendesek, nagyon szépen köszönöm. Ugye, ha valaki nem tudná, ez ilyen nagyon erős csípős szósz, 100% fájdalom a neve angolul, és ugye hát ez brutális mennyiségben tartalmazza azt a kis anyagot, ami csípősséget okoz. Hát annak idején, mikor kaptunk ilyet, ugye többfélét kaptunk, akkor mit kipróbáltunk adásban, de pont azt hiszem Szabin voltál, és egy órán keresztül sírtunk, és te levegőt nem bírtál venni. Halálos mennyiség kapszai cím van benne, hát hogy azt semmiképpen sem ajánljuk senkinek, és egyébként ez rajta is van a használt utasításon, hogy ezt higítás nélkül nem annyira ajánlják, de a miénk már otthon elfogyott, én azt már betermeltem. Én ezt éreztem, hogy de jó, lezárt szekrényben tartják az üzletben, viccesek, kiváló. Az összes ilyet. Meg itt sírva fogok elaludni, és sírva fogok ébredni. Igen, ez nem játék. Az nem játék. Ez nem gyerekeknek való. Az nem. És kened is ide-oda, vagy csak... Nagyon-nagyon fontos egyébként, hogy itt ilyenkor nincs olyan, hogy akkor körbe törlöm az üvegnek a tetét, utána megnyolom az ujjamat, pláne nem megyek el pipilni utána, mert az meg aztán végképp kinyírja az embert. Zseniális. Nagyon szépen köszönöm nekik. Egészségedre. Jó, de jó. Egészségedre használni. Látta-e valaki a szombati X-faktort? Akarok beszélni a nőnek az öltözékéről. Ki csinálja, ki öltözteti a Gabit? Kit? Gabit. Gabit? Tudod, ő egy... Nem tudom, nem ismerem, de azt hiszem, hogy tudom. Csak azt tudjuk, hogy kivetközteti. Igen?
táncos fiú. Nem láttátok? Óriás felháborodás na. Van egyébként mindenhol, hogy egy kicsit túl nincs meg a szombati öltözés. Nem, nem nézek X-faktort. Megmondom őszintén, szerintem nem. Most nem nézed, szerintem nem más dolgokban. Igen, hát köszönöm. Értem én, szombat este, ugye? Én is felvételről néztem meg, mert más dolgom volt nekem is, de megnéztem. De akkor így mondjuk, ha majd rákeresünk képre, akkor nem. De mi van, megint a dekoltázsával volgon? Hát, de ilyet még nem láttál. Ilyet még nem láttál. Ugye mostanában, érted, hát mióta veterán ez a vagyok, műsor... Láttam, láttam már minden, mióta ez a műsor megy, azóta kicsit megosztó Gabriella öltözködése. Én egyébként a nőt imádom, szerintem jól is csinálja ezt a mentorkodós szerepet is, meg egy remek énekesnő. Hát azt láttátok, hogy két, nem tudom, most nem tudok olyan almafajtát mondani, ami akkorára megnő, úgyhogy nem is az almát alkalmaznám, hanem két 5 kilós dinnye így egy kicsit föl van nyomva, és a melle az így a nyaka alul indul két nagy körben. Hát ő megcsináltatta. Ezt is mondta, szerintem ott vagy azt szúrták el, vagy ezt a dekoltázs részt, nem tudom, ott valaki nagyon megemelte, alulról tartotta 4 munkás ember, mert úgy nézett ki, mint, hogy egy ezre felmondták volna. És egy lehetetlen színű, ez egy fekete melltartó volt. Uh-huh. És egy kék strandruha felsőt adtak még erre rá, de olyan kék nincs. Tehát azt a kéket szerintem még Tiziano sem tudta volna, azért az nem is kék volt, de mindegy. Tehát, hogy egy ilyen lehetetlen színű dolog volt. Jó, mondjuk volt. Nem új a tévétek, azt azért tegyük hozzá. Hát még nekem képcsöves van a régi. Nagy úgy van, hogy át kellett fúrni a szomszédból, hogy a hátul piros volt az a ruha. Igen, elférjen hátul a képcső, és akkor ebben. De azért nézzetek utána, hát ha nem láttátok, akkor így nehéz róla beszélni, de nem. Hallgatok hát. Nem, fotót én láttam róla, a műsort azt én sem néztem. Én azt gondolom, hogy egyébként az ő megcsináltatott kebleivel semmi gond nincsen, én nekem ezzel a soha semmiféle problémám nem volt, sőt támogatom azokat a hölgyeket, akiknek esetleg azért van arra szükségük, hogy az önbizalmukat növeljék, egy ilyen kis korrekciós műtétre, de szerintem az ő melltérfogata, igyekezek finoman fogalmazni, nem alkalmas bizonyos ruháknak a hordására. Aha. Tehát, hogy nem kéne neki felvenni bizonyos ruhákat, mert hogy egyszerűen nem elég nagy hozzá az a köpcenti. Hát most azt nem hitt, majd ezt a képet előkeresem, nem, mi az, hogy nem elég nagy? Akkor a mell nincs, ami most a Tóth Gabin inkább az lehet, hogy ott tényleg, hogy feldúcolták, azt feltolták neki az égbe, szerintem az nem is egészséges. Túltolták? Túltolták szerintem. Túltolták a nyuka. Hogy egy bizonyos határon belül marad ő, meg egy megfelelő ruhát adnak rá, akkor ő ilyen csinos. Igen, az elmondtam én is nagyon szeretem a Gabit egyébként, de így ez az öltözködős részhez most is így nézegettem ilyen mindenféle közösségi oldalt, hát kapott szegény. Gyerekek, ki esett ki, vagy ki van még bent, vagy mi van ebben a műsorban? Komolyan. Egy gyerekfő mondott, azt tudom, hogy azt tudom, igen, a Bozsek Már. Bozsek Márk, igen, azt mondta, hogy a nehezebb utat választja, az és akkor így énekel. Úgy nyerni az X-faktort, hogy nem szerepel. Igen, a szép teljesítmény. Figyelj, most kiszállt, és a legutolsóra visszajön, és megnyeri. Hát egyé. Az milyen lenne? Megfáradt, hát nem mai csirke, már ő se. És mire hivatkozott vajon? A fáradtságra. Igen? Aha. Nem arra, hogy az embertelen küzdelem, és ezt nem lehet bírni, és nincs igazság a földön, mert ő nem olyan szép, mint a másik. Nem tudom, hát biztos, hogy kemény meg minden, de én nem értem, hogy mit nem lehet bírni. Beraknak egy tök jó kecóba, buliznak, meg kell tanulni hetente két dalt. Hát azért ez más. Ezért mennek oda? Más ezért az életét odaadnán. Én értem, hogy ott van a barátok köszönöm minden, nekem ez mindig kicsit fura, hogy ezt valaki feladja. Én akkor mindig arra gondolok, hogy vajon azok, akik kiestek, és tényleg csak egy paraszthajszalon múlott a bejutások, azok most ilyenkor mire gondolnak? Hogy basszus, ha én ott lettem volna, biztos, igen, hogy nem adom fel, biztos, hogy mindent belepasszírozok, biztos, hogy végigcsinálom az egészet, és eszébe nem jutna az, hogy nekem kicsit egysíkú ez a mezőny most, szóval, hogy a tavalyiban nem voltak igazán jó énekesek, de legalább annyira tematizálta a közvéleményt, hogy mindenki arról beszélt, hogy kit kéne előbb megölni, Stone-t, vagy Zambó Krisztián, vagy Csobot Adélt, vagy mégis ki irritálja a legjobban a nézőket, és annyira irritált egy csomó ember ott mindenkit, hogy rengetegen nézték. Tehát az sem baj, vagy egy jó bulvárfaktor van ugye a műsorban, vagy vannak jó hangok, azért tehát Zolá Gergő például tavaly ott volt, de hogy most így kicsit egyik sincs. Aha. Nem? És nekem kicsit úgy hiányzik egy kimagaslóan jó hang, mert szerintem most nincs benne, tehát azért mind a 3 évadban volt. Van, de az a zsűriben van. Az első 2-ben is igen, aztán a harmadikban azért a Gergő nagyon megugrott a mezőnyről, de most nincsen igazán kimagasló hang, viszont nincsen egy olyan bulvárfaktor se, ami Lehet csámcsogni. Ami lehetne csámcsogni, vagy érdekesíteni. Tehát most
most tényleg ez a ki van rövid szoknyában című dolog, most már hatodszor ez tök jó, de... De nem jók, nem igazán jók az énekesek. Ja, akkor azért öltöztetik így, hogy lehessen miről inni? Szerintem most már ez arról szól, igen. Egy picit, mi? Igen. Az a milyen, amikor sajtos már a stylisthoz megy. Sajtos? Sajtós. Jó sajtos, hát tennél, mi? A sajtos menjen csak a stylisthoz, nincs az a baj. Na mindegy, úgyhogy számomra ez most kevésbé érdekes, ez az X-faktor. Azt sem tudom, ki fogja megnyerni, de nem is tudnék tippelni, mert annyira egy szinten mozognak, tehát nincs egy olyan, aki leválna a mezőnyről, nem? Vagy aki olyan hihetetlenül jobban énekelne, mint a többi. Nincsen olyan, aki olyan kicsit csendrénten el a gyereket, meg a negyedet otthon. Igen. Vagy egy ilyen nincs. Igen. Na mindegy, jött egy-két SMS, egy termelő elkészítette a világ legerősebb paprikáját. Csak dupla gumikesztyűvel lehet hozzányúlni, mert égési sérülést okos. Okoz, nézzetek utána, így egy hallgató nekünk. Balázs, én szívesen L3-as ugrok a sapival, mert jó vagyok, üdv gázos. Írja nekünk gázos, igen, köszönjük szépen. A sapka hosszú hajra van, a cofnak. Azért van a tetején luk. Ja. És akkor megkérdezzük minden hármas ugrás előtt, ne haragudj, hogy milyen hajad van. Rövid haj, hosszú haj. Ha rövid haj, akkor csak a második mehetsz. Vagy a második kérdésig mehetsz, mert kibuksz. Balázs, nagy lett az arcotok azért, mert megvertetek pár gyenge embert, az nem azt jelenti, hogy mindenkit levertek. Ha tehetném, egyszerre vernélek el titeket a játékban. Ez jó, mert hogy még egy hangot nem beszéltünk a játékról. Nem? De már megkaptuk, hogy nagy az arcunk. Egy mondatot nem beszéltünk még a fekete féligennemről. Már ha nem beszélünk róla, az is akkora arcoskodás, hogy... Mert azért nem beszélünk róla, mert biztos lefigymáljuk az egészet. Igen. Barátok közt nem menő az X-faktor, ez nem az ő döntése volt. Ja, ő bari köztös is. Aha, persze. Kiket szállni. Bizony. Bizony. Tehát engedték, hogy induljon, de rászóltak, hogy szálljon ki, hát abban milyen ráció lenne. Nem tudom. Szerintem ez egy ilyen, egy olyan dolog, hogy így mindegyik műsor erősödött volna vele, megerősödött is vele szerintem. Tehát az X-faktornak ez egy külön reklám, hogy ott van a barátok köznek egy sztárja, a barátok köznek egy szintén reklám, mert hogy az X-faktorban is vitézkedik a srác. Szerintem ezzel mindenki jól járt. Nem tudom, hogy igazából mi lehet a háttérben. Nyilván, hogy egyre kevesebben vannak, ugye benne az X-faktorban, annál többet kell dolgozni, többet kell próbálni, több anyagot kell csinálni a fókusz számára, tehát hogy sok melót kívánt. És akkor lehet, hogy az már nem fér össze a forgatása. Nem gondolta a kalamár, hogy eljut ideig a fiatal ember. Igen, de induljál, úgyis kiesett. Jó lesz, persze. Mondta, hogy na jó, akkor most vagy kiszállsz, vagy akkor minden kettőből mész. Bárcsak Zámbó Krisztián is feladta volna. Nem, az jó volt, hogy volt. Persze. Hát... Jó volt, az mindegy, hogy miért küldenek az emberek SMS-t azért, hogy bent tartsanak, vagy kiejtsenek valakit, nem? Igen. A lényeg az SMS. Igen. Na jó, van, hogy állunk játékkal, hogy mi volt a múlt héten? A múlt hetet azt szerintem behúztuk, ha jól emlékszem. Hát remélem, jól emlékszem. Ha valamelyik őtök, akkor igen, mert én 2-2-vel hagytalak el benneteket csütörtökön. Így van, Balázs játszott és nyert. Na. Hát szükség volt. Mondtam, hogy pénteken kicsit odalépek ennek a dolognak. Néztem ezt a szenvedést, amit csináltatok egész évben, és akkor mondtam, hogy jó legyen így, akkor pénteken kicsit besegítek. Megérkeztem, és egy villámgyőzelemmel gyorsan azt mondtam, hogy hát akkor tegyük helyre a világrendjét. Így volt, én is emlékszem rá. Nem is tudunk mihez. Fölényes győzelmet adott. Mi két szánalmas, szerencsétlen hülye, mi ez nem is tudunk mit hozzátenni. Á, de elnyomorockodunk majd valahogy. Most sorozzátok magatokat. Hát a lehetőség ott lett volna nektek is, hogy már mondjuk 3-1-jel vegyem át a pénteket. Igen, de hát, igen, igazad van. Ha ezt tudtátok kipréselni, ezt a 2-2-t, hát ott be kellett, hogy lépjek. Tehát, így, hogy, van, így van. Ezért vagy valamit te. Ott kellett csinálnom. Ha nyersz, akkor nyilván természetes, ha vesztesz, akkor meg nyilván elment rajtunk a hét. Akkor meg már úgyis mindegy volt, hogy én vesztek, mert akkor meg már elment a hét. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra. Nyom, egészen nyugodtan, nagyon bátran, nagyon arcoskodva. Mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 6:30 van. Ez itt a Morning Show. 3-4-7 múlt, pontosan 3 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M5-nél Budapest felé az M30-asról most tereltek le ebben a pillanatban. Már hogy nem engem, hanem ezt egy hallgató írta, nyilván. Igen, hiszen nem ott vagyok. Igen, nem ott vagyok. M30-as, M3-as nincs terelés, Sörman. Valamint az A21-es és az A1-es Bécs után szakad a hó. Hopszi. Mondták a hétvégére Magyarországra is, tegnap már megkongatták a vízharangot. Aztán, hogy meddig marad meg, ez nyilván kérdés. Téli gumi.
Igen, nincs mese, föl kell rakni a téli gumit. Sajnos. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Bea. Igen. Bea, honnan hívsz minket? Soprom. Sopromból. Uh-huh. Azt írtad, hogy kezdjétek velem a hetet, ha most lealázom valamelyik kötőket, mert lefogom, még mindig lesz esélyetek behozni a hetet. Jó, de Ari vagy. Így is gondolom. Ajajajajajaj. Igen, ezt így gondolod? Persze, hát tudom is. Jó, játszol? Hát full extrásan nem, de tudok. De ellenünk ez is elég. Igen. Igen. Kivel szoktál gyakorolni? Hallgatom a rádiót, és mindig, amikor valaki kimondja, hogy igen, vagy nem, akkor mindig itt ülök okosan, és mondom, hogy hülye, a hülye. De közben meg baromi nehéz. Aha. Hát adásban egész más egyébként, igen. Igen. Mivel foglalkozol? Hát most, hát vadonő voltam, de fölmondtam, mert túl jó volt ez a munkahely, és most nem, de keresem. Hol voltál, bocsánat? Mi volt? Vadonő. Vadon? Ami? Én ezt értem, én is az vagyok már egy 3 éve, de hogy... De próbálsz fölmondani, de te nem tudsz. Ez mit jelent, hogy ezt nem értem? Hát ez a szak, ez. Varrónő. Ja, varrónő. Ja, varrónő. Ja, varrónő. Varrónő voltam. Vadont értem. De hogy mindannyian. Tehát a varrónő voltál. Uh-huh. Aha. Na, ez így tiszta. Jó. Oké, okay, kivel szeretné játszani, Bea? Hát a Ferit megpróbálom. Na. Kezd leszállni a magabiztosság, megpróbálom. Igen, kicsit a kezdeti lendület az így kezd alább hagyni. Hát mert a Feri az egy félelmetes. Én? Tényleg? Hát a játékban nagyon. Ja, amúgy egy csodálatos ember. De drága vagy, amit eszel iszol, mondjad. Na jó. Menjünk akkor? Mehetünk. Na jó, Jani? 3-2-1 fire! Meglepetésként ért, hogy velem játszol. Akartam. Jó, semmi baj. Csak pont néztem a kis elefántot a tévében, azt mutatták, és erre kimondasz engem. Én meg a gitárodat néztem, amit szeretnél. Az alfásat? Azt. Aki szép pirosat, láttad? Azt. Veszel nekem karira? Ha nyerek a lottón, és ezt írta is valaki, ha nyer a lottón, megkapod. Lottózol? Ezek szerint? Mindenki. Mindenki? Ha, a legtöbben. Balázs lottózik szerinted? Szoktatok így játszani. Hogy? Lottót? Hát Jézus. Amikor így... Jézus. Szeretnél visszamenni dolgozni, Bea? Beszéljünk valahova, erről. Oda. Hova? Oda soha. Jézus, gyerekek. Milyen játék volt. De. Ez beteg volt. Lejárt, beteg milyen volt. Játék volt ez. Te jó, oda, ne, ki, ne. Én, te, hova, te, ott, nem, ide, oda, a moda, nem ide. Jó, Atya Isten, mi volt ez a... De miért? Jó volt. Hát most már beszélhetsz egy picit. Igen, most már válaszolhatsz egész mondatokban. Jó volt, nem furán játszottatok, de jó volt. Olyan, mintha nem lettetek volna vonalban egymással, vagy nem hallottátok volna egymást. Teljesen mindenki. Folyamatosan azon gondolkodom, ki ne mondjam, mert beizélek, ki ne. Atya Isten, vannak gyerekeid? Reméljük. Vannak. Hány évesek? Vagy fölnőttek már? 3. Ó, na hát az... Nem 3 éves, 3 darab? Ja. 3 darab, és mennyi a legidősebb? 16. Na jó, nem sokára kiderül, jó, kirepül a fészekbe, jó van. Neki már könnyű. Jó van. Jaj, de imádlak benneteket. Figyelj, igazából teljesen egyértelmű, a pontot megadjuk. Mert hogy ez jár neked. Igen, én is úgy gondolom. Jó, de... még egy talán egy tapsot is be tudok neked keverni, figyelj. Ó.
Nálam fő van, bent van. Meg. Na, ezt hallottad, ezt a tapsot? A taps is olyan volt, mint a így induljon minden napom. Nekünk nem. Bea, köszönjük, ügyes voltál. Na, én köszönöm. Sziasztok, köszönöm. Körülbelül 2 hét és megvan az ajándékcsomagod. Oké, okay. Köszönöm. Köszi. Sziasztok. Hello. Ciao. Már addigra gyártják le. Igen. Na, 1-0 oda, akkor. Bocs. Tessék? Bocs. Hoznod kellett volna. Hát igen, ezt illet volna behúzni. Szerintem is. Jó, nincs baj, de a hét elejét még elengedhetjük, az nincsen baj ezzel. Na, azt mondja, hogy M30-ason van terelés, az M3-ason viszont nincsen. Van terelés az M3-as, M30-asnál most. Akkor valaki tegyen igazságot, hogy mi a helyzet. M2-es Gödi lehajtó lépésben, ez Johnny 76 küldte nekünk, és most pakolt le egy targonca a teherautóról, tart még a terelés az M3-ason. Most tereltek le M5-nél Budapest felé az M30-asról. Na, hát akkor most. Na most, jaj. Na most mi az igazság, hogy az M3-ason vagy az M30-ason van a terelés? Valahol ott, jó? Ez a lényeg. Valahol ott van terelés. Soroksári úton a Tibót utcánál baleset, elfoglalják mind a 3 sávot, ezt Andi küldte nekünk. Emiatt áll a Soroksári út befelé, ezt sokan kérdezték, ez az oka, hogy baleset van a Tibót utcánál. 5 perc van, pontosan 7 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. Amúgy 7 óra, amúgy 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, szevasztok. M3-as bevezető az M0-ástól torlódik, ez Kukacos írta nekünk. Valamint a 14-es villamos a Lehel tér és az Angyalföldi kocsiszín között jár csak, üzeni Bence. Soroksári nem is 3, hanem 4 autó karambolozott, és kezd beállni a Soroksári. Egy magyar küldte ezt nekünk. A Molkútnál ez is a Soroksárin van. Egyébként a Molkútnál valaki felgyújtották a nagy szelektív kukákat, és csodamódék. De gratulálunk. De okos volt. Pesti alsórakpart jól halad. Ezt Zolika küldte nekünk. És a baleset egészen pontosan Miskolc felül az M30-ason van, az M3-as kereszteződésében. A kolléga nem tudta eldönteni, hogy Budapest vagy Debrecen felé forduljon. Scooby küldte nekünk. Reptéri gyorsforgalmi mind a két irányban áll, egy kedves beszorult török kamionos kifelé pedig 2 összeütközött kretén miatt. Ezt Gábor küldte nekünk. Azt miből lehet látni, hogy kedves? Visszainteget? Hát ebben az esetben ez inkább egy... valószínűleg egy ilyen kis pejoratív jelző lehetett, de lehet, hogy visszaköszön minden arra járónak és dudálónak, igen. Magyar török 2 jó barát. Tökölj meg! Nem tudnátok megmondani, pontosan mikor volt szó a földön kívüliekről? Pataki Attila volt a vendég, köszi. Hát, az már elég régen volt, mert Attila ideje nem szeret itt vendégeskedni semmilyen formában. Na, miért? Nem szeret hozzánk jönni? Tényleg? Bár, én nem mikor tudtam. Hívtuk, nem? Fölvette. Vagy sose engem, tudta, hogy mi hívjuk. Engem után, mint a kakát. Tényleg? Azt szerintem igen. De mondta neked, hogy fölhívott? Nem, a fülembe visszajutott, de ha ez így van, illetve ha ez így van, akkor is megértem, ha nem így van, akkor meg örülök. Akkor viszont tenni fogsz, hogy legyen így. De miért után? Mit sem csináltunk? Semmit, nem? De nem vettük komolyan azt, hogy őt elrabolták többször is. Az utolsó beszélgetésünk, ami zajlott közötte és közöttünk, az pont ez az UFO-s téma volt. Igen. És azt tette, szerintem tök jól reagált mindenre. Jó volt. Nem éreztem rajta, hogy bármilyen. Jó beszélgetés volt. Közelebb minket nem vitt a hithez, amivel ő rendelkezik. Mármint Ferivel, mert Balázs azért nyitottabb ezekre a dolgokra, mint mi. De... Én igen. Én egyetértek az Attilába. Támogatom mindenben. Ne, nyilván nem, tehát engem nem raboltak el. Hát valljuk olyan őszintén, hogy 3 közül te vagy az, aki leginkább vágysz egy ilyen harmadik típusú találkozásra, nem? Hát olyan típusú találkozásokra, amik az Attilával történnek, olyanra nem. Mert az egy negyedik típus. Az egy sokadik típus, hogy a hálószobájában elrabolják meg, fölcsippentik egy űrhajóra, ott beültetnek bele valamit, tehát, hogy nem, arra nem. Egy ilyen típusú találkozásra nem vágyok. Aztán a Makói Ed a koncert előtt 1/2 órával leteszik a szántó föl. Mesztelenül. De a bulira még odaér. Ilyen típusúra nem vágyom, de valami találkozásra igen. Tehát valami olyan, ahol találkozás van, arra persze. Hát akkor legyen, csak történjen már meg. De tényleg. Én is örülnék neki, mert hinni szeretnék. Nem értem, hogyha ennyire intelligensek, akkor miért nem azt választják ki, akiről tudják, hogy utána hihető lenne, hogy elmondja sok embernek. Vagy abban a pillanatban, hogy te egy valódi elrablásról kezdesz el beszélni, megpecsételődik a sorsod, és hülyének tűnsz. Véged van? Ha fényképet hozol róla, és videófelvételt se hiszi el senki szerint. Úgy érezted, nyilván lehet, hogy
átnyálasztak az összes Edda interjút az utóbbi 20 évben, és akkor így rájöttek, hogy Attila az egyik legintelligensebb fajtásunk. Mit szólnátok, ha most én ha bejöttem volna hétvégén, vagy hétvégé után hétfőn, és azt mondtam volna, hogy gyerekek, nem hiszitek el, vasárnap este, Solymár és Hidegkút között leszállt egy földön kívüli a kocsim elé. És mutatnék igen. valami nagyon zavaros ilyen videófelvételt. Na, hát itt a baj. És azért már, hogy már későn kaptam elő a telefonom, mert már csak azt tudtam, hogy valami hogy elrepül, valami fényeset látnátok a fal tetején. És szentül állítanám, hogy higgyétek el, hogy megtörtént. Hát azért tudjátok, hogy nem találok ki történetek, meg nem vagyok bolond, hát, nem? Aha. Innentől kezdve végem lenne? És itt ülne egy ilyen alifóliából készült sapkába. Tartom velük a kapcsolatot. Kifejezéstelen tekintettel. Azért ülne, belelátok a gondolataimba, ezért innentől kezdve a folpakot kell húznom a fejemre, hogy ne tudják olvasni a gondolataimat. Nagyon fura volt. De tényleg, mit szólnátok? Ott ült velem szembe, 20 szeme volt, és azt mondta, hogy vegyem a számba a zselymákját. Végem lenne? És az lenne, hogy jó, kész, tehát innentől kezdve meghűltem, vége van? Nem, én elhinném. Mert egyébként meg bízom benned, mert elhiszem azt, amit mondasz. Mert tudom azt, hogy nem hazudnál. Na jó, nem kicsit színezne. De hogy igen, talán kicsit színeznél. Lehet, hogy egyszerűbb lenne a sztori, de mert eddig mindig másoknak a sztoriát hoztad, még olvastad valahol, láttad valahol, teljesen természetes, oké, bejössz, és hinni akarsz benne, de ha veled történik meg, akkor biztos, hogy nem hazudnál. Biztos, hogy én szerintem egyébként azt kellene csinálnod, hogy el kéne menned ródolni az Eddával. Hogy ott hát, ha történik valami az Attilánál? Tűz közelben lennél legalább. De nem, mert például a rót kamionnal sose történik ilyen, csak érted, abba az autóba kell beülni, ahol a pataki is benne van. Nem akarod hozni, vinni egy darabig? Hatist. Hogy hát, tehát, hogy társulj be valaki mellé, akit elrabolnak? Igen. Igen. Tehát, hogy az Attilával kéne menni egy kicsit, hát, akkor lecsapnak ránk? Igen. Csak, hogy ilyen csoportos nem erőszakot követnek el rajtuk? Kicsit, igen. A földön kívüliek? Csalinak használnád. De ő mit mondott? Ha meglátnád a fénysugárt, a vonósugárt, akkor itt kilögdösnéd belőle az Attilát. Nem is csak én, csak én. Te voltál tízszer. És gyorsan beleugrasz. Igen, hadd menjek én. Ez kiderülne, hogy csak egy rendőr akar minket félreállítani az úton, tudod? Közúti ellenőrzés húzadjanak le. Fénycsúva, megint itt vannak, el akarnak rabolni. Miért gondoljuk azt, hogy nem lehet? Tehát miért gondoljuk ezt, hogy őt egyébként nem vihették el? Hát, magyarázd meg nekem, hogy miért lehetetlen. Amennyire lehetetlenek tűnik, ugyanannyira lehetséges is. De miért nem egy fizikai Nobel-díjast visznek el, vagy az Obamát, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen nagyon fontos, meg nagyon intelligens embereket, akik esetleg rendelkeznek, hát, vagy a NASA-t. Ne arra, hogy az Obamáról mindent gondolok, csak azt hiszem, hogy intelligens. Tehát az elmúlt 6 évben, amit csinál, az egyenesen rácáfolása annak, hogy ő intelligens lenne. De mégiscsak nagy név. Hát nagy név volt az elején, igen. 26% vagy 30%-os a támogatottság. Jó, hát ez csak az Egyesült Államok elnöke. Ha ő azt mondja, hogy gyerekek, ufók egy már bár, pedig egy léteznek, bár, mert a Fehérházból elloptak engem, akkor elhiszed. De Obamának elhinnénk? Igen? Mi van, ha oda költözöm a Patakihoz egy hétre? Hát szerintem örülne neki, csak szállj be a rezsibe. Fizesek bele valamit? De szerintem jó lenne, egy érdekes kísérlet lenne. Közelebb kerülnétek egymáshoz. Hosszú éjszakában nyúló beszélgetések, így a pohár bor mellett. Kint állnának zseblámpával, köröznének az ég felé, hogy ide szálljatok. Nem? Igen, mondjuk tényleg, hát, ha a földön kívüliek és ők az intelligenciát keresik, akkor miért nem valami intelligens embert rabolnak el tényleg egyébként? Tehát miért nem viszik el Egri Jánost? És akkor... vagy a vágót, vagy a rózsadurit, vagy bárki. Mert a vágóban van egy távolságtartása alapvetően ezzel a dolog a szemben. Én, ha a vágóval igazán ki akarnék szúrni, akkor elvinném és teherbe ejteném. És ez egy jó ötlet, jó felvetés. És azt mondanám neki, a földön kívül lennék, ezt magyarázd meg, Pista. Kúgy, krak, kúgy, krak, krak, kip, süp. Várj, ezt kimondaná, ezt te mondanád neki, mert akkor ezt az ufó mondta. Ha én földön kívül lennék, és lenne humor érzékem, akkor én elvinném a Pistát, és teherbe ejteném. Be vagy nyomva más. Valószínűleg ezzel magyarázná. Balázs. Ezt így mondják földön kívüli. Ezt most elmondtam nektek, igen. Kent a galaxi nyelven. Na. Alfa Kentauri nyelven. Na, hogy teherbe ejteném a Pistát, ledobnám mesztelenül a Moszkva térre, nagy hassal, és...
Mert mi történik, ha valakiről nem hiszed el, hogy megbolondult, ugye az a Vágó István mindig lenne, nagyon igen. kimért, mindig nagyon intelligens, mindig nagyon szépen beszél, nagyon szépen fogalmaz. Ezt magyaráz meg, Pista. Mit csináltál terhesen, mesztelenül a Moszkvatéren? Nem azt mondanám, hogy ezzel nézd meg itt a Vágó, a sztorítéves kalandóta, mennyire szépen. Nézd már a Vágó se a régi. Hogy elengedte magát, mióta nincs műsora. Nem? Vágó úr, mitől fújod fel olyan csúnya? Tehát, hogy hát nem tudom, de ő jó lenne, ő na jó alany lenne. Mert és, hogy... és 6 hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva megszületne a kicsi UFO gyermek. Tessék? Vagy kicsik. Hát akkor már 8-at tegyenek. Mert érted. Azért, amikor a Vágó becsekkol itt az egyes számú gyerekszülészeten, nem, hogy elfolyt a bacsat víz. Segítsenek rajta. Ez is segítsenek rajta. Igen, még nem tudom, ki fog elvágni a köldökzsinót, de elfolyt a magzatvíz, úgyhogy szeretném megszülni ezt a kis. Szóval, hogy nem tudom, hogy miért, akkor miért nem így csinálják, hogy tényleg adnak valami egyértelmű jelet. Azt a patakit itt hozzák viszik, az jó, de hát ugye azért az még további kérdéseket vet föl. Igen, hiszel is, meg nem is neki. Hát két választ, ugye két magyarázat van, egy A nincsenek, ugye? Igen. Tehát ez már hogy az UFO-k. Igen, de nem tudom, hogy ki a jó, ha tudóst visznek el. Vagy nem akarnak közösülni a kvízmesterre. Igen. Ha tudóst visznek el, egy nagy hírű Nobel-díjas tudóst, azt igen. hiszik, hogy a hülye tudós megőrült, vagy megfélemlítették. Ha közéleti szereplőt visznek el, megőrült. Ha zenészt, híres színész drogozik, megőrült. Tehát, hogy mindenki azonnal abba a skatujába kerülne, hogy megőrült. Tehát nincs egy ember, aki hitelesen tudná, hogy higgyétek el, engem tényleg elvittek, meg kimondod ezt a mondatot, és azonnal megpecsételnek. Nem lehet, hogy annyira primitívek vagyunk a számukra, hogy ők egyszerűen nem akarnak velünk kapcsolatot teremteni. Most őszintén, te szoktál beszélgetni, vagy te Feri, mondjuk Bodobácsokkal? De most komolyan, tehát, hogy egy próbáltál már oda menni hozzá, hogy sziasztok, Rákóczi Feri vagyok. Hát, sosem te. Mondta, hogy én vagyok a Bodobács. És érted, csak így megy tovább, vagy fölmegy egy másiknak a hátára, és akkor elkezdenek ott szaporodni. De. Tehát, hogy semmiféle nyilvánvaló reakció nincsen a te közeledésedre. Lehet, hogy az idegen lények is pontosan ugyanúgy közelednek hozzánk, mint hogy mi a Bodobácsokhoz. Sehogy. Azért, mert látják, hogy primkók vagyunk. De azért, mert mondjuk ők tudnak utazni, attól nem feltétlenül intelligensebbek, tehát ez nem azt jelenti, egy bizonyos területen ők mondjuk egy nagyobb dolgot tudtak előállítani, vagy szerencsésebben fejlődtek a téridő kontinuumban, és rájöttek arra, hogy lehet mondjuk ugye időutazni, vagy nagy távolságokat valamilyen hiperhajtóművel leküzdeni. De ettől függetlenül még egyébként másban lehet, hogy totális antitalentumok. Én meg ezt tehát... nem hiszem. Most nagyon jó, hogy erre a Bodobácsos vonalra ráfűztem, mert kezdem felgöngyölíteni ezt az ügyet. Na. Hát valójában arról van szó, hogy a patakit is csak azért viszik el, amiért a gyerekek összeszedik gyufásdobozba a Bodobácsokat. Tehát, hogy egyszerűen csak akik őt elvitték, azok valójában lehet, hogy nem is felnőttek, csak kölkök. Érted? Összeszedték egy kicsit, elvitték, valamit turkáltak benne, itt tudom, hogy matadtak rajta. És mi lett belőle? És aztán visszavitték ugyanannak, amikor látták, hogy nem reagál. Tehát, hogy Bodobácsokat vittek el? Azt igen, mondod? Csak azt hallják nagyon halkan, hogy én érkezem, fáradt élek, angyal, a testem gyűrű fáradt. Tehát, hogy mi nekik igen. Bodobácsok vagyunk? Nekik ennyi. Uh-huh. Kis primitív lényecskék, itt rohangálnak össze-vissza, írtják egymást. Az a baj, igen, hogy miért kellenénk mi bármire is. De az a bajom, hogy ebből a sztoriból nem tudsz kijönni jól. Nem tudsz kijönni jól. Az első kapcsolat felvételből csak ők jöhetnek ki jól, nem? Hát ez erre alapoznak, erre bazíroznak. Mert hát, földön kívüliek jönnek jól kívül. Igen, de nem tudsz kijönni jól. Hát ha visszaküldenek téged, hogy hirdesd az igét, találkoztál aha. velünk, hát az téged megfeszítenek. De holnaptól elkezdeném hirdetni, hogy engem erre voltak az UFO-k, egy héten belül totálisan mindenki kattannak nézni. Na hoz valami bizonyítékot, kér. Tehát de, állsz de, így egy... De mi bizonytalan, felvenném az iPhone-ommal az űrhajót, az neked hát, bizony... Nézd, Feri, itt az űrhajó. És látnál valamilyen nagyon fényes, valami fénynyalábot, és oda valahogy úgy bemennék, ott kicsit akadozna a felvétel, majd megszűnne. Az neked bizonyíték lenne? Hát ez nem. Ez nem. Egy ultrahang felvétel viszont, hogy ott matad benned egy kis alien. Az már igen. Tehát mindenféleképpen terhesnek kell lenni, aki visszajön. Hát ha valaki... Ezért mondom, hogy ejtsék teherbe Vágó István. Komolyan mondom, a Pista, mert ugye a legnagyobb szkeptikus, meg az, aki tényleg a Chemtrail kapcsán meg kell hívnunk. Igen. Megígértétek a műsorban. Igen, gondoltam rá, nem felejtettem, mert jönnie kell, igen, hogy porázúzzon igen, meghívjuk, hogy megalázom csúnya minket. Csúnya lesz az a baj. Én, gyerekek, hát most jöjjön el, mondja el persze, hogy most mit gondol a vegyi csíkokról. De nyilván tudjuk, hogy nem hisz benne, nyilván tudjuk, hogy minden egyes mondatot tételesen meg tud cáfolni. Ez még nem azt jelenti, hogy neki van igaza.
Mert ő se tudja bebizonyítani, hogy, hogy az nincs. Csak ő is elmond egy másik elméletet az enyémmel szemben, nem? Hát ez érdekes megközelítés, nem rossz. Nem így mondom, most ő azt mondja, hogy nincsenek UFO-k. Aha. Azért, mert szkeptikus és ő ezt tagadja, az ő bizonyítéka erősebb, mint hogy én azt mondom, hogy vannak. Mert szerintem 50-50 százalék. Tehát cáfolni legalább annyira nehéz, nem? Igen, de a cáfolatot nem kell bizonyítanod. Tehát igen. Mindig azt kell ugye bizonyítanod, hogy van, hogy létezik. Tehát neked kell bizonyítanod a chemtrailt, és neked kell bizonyítani az UFO-kat. Ő a te bizonyítékodat tudja cáfolni. Ennyi. Igen. És azt elég jól csinálja. Azt jól, persze, de nem meghívjuk, nincs ezzel baj. Na mindegy, szóval, hogy ez egy érdekes, érdekes dolog. Hogy értünk el ehhez? Hogy nyilatkoznál róla? Hogy ki jött a fókusz? Mert itt bejelentetted meg egy gyerekek UFO. Na mit mondasz nekik? Hát elmondanám az elrabláson valódi történetét. De érted, hogy ez már így önmagában lehetetlen? Itt vagyunk Sebestyén Balázs háza előtt, rögtön bemegyünk és elmondja, hogy rabolták el a földön kívüliek. Hát feküdtem a kis boxer alsómmal az ágyon, egyszer csak jött egy fénynyaláb, és felmarkolt valami idegen test magához húzott, bevittek egy kapszulába, ott kísérleteztek rajtam, majd visszadobtak, és az ágyamban ébredtem. Igen, és azt hallottam a hangot, hogy azt mondja, hogy Sanyi, a lábát is kötözd meg. Igen, és mondanák Gönci Gábor, hogy igen, és most játék. És most játszunk. Tehát, hogy ezt így ebben a formában nem tudod mit, előadni. Mit találtak Sebestyén Balázs végbelében? Kis szürke, nagy szürke? Igen. Tehát érted, nem tudsz jól kijönni belőle. Én ezért mondom, mesztelenül Vágó István a Moszkva téren terhesen. Ja, ez az egyetlen viszonyat. És ebből jól ki tud jönni a Vágó. Én ezt látom. Hát egy ideig kerülgetik, átlépik, és egy idő után megtalálják, és még ott mesztelenül csinál vele a fókusz egy interjút. Úgy érzed, hogy Istvánban lesz valamilyen szintű nyitottság erre a dolog. Itt ébredtem a Moszkva téren. Valóban nincs rajtam ruha. Miért nincs ön ruha, kedves István? De szép kérdés. De szép kérdés, jogos kérdés. Jogos kérdés, én se tudom, viszont terhes vagyok. Abban biztos vagyok, hogy van rá racionális magyarázat. De István, úgy látjuk, hogy domborodik a hasa. Önben talán van egy gyermek. Igen, kicsit kivárós is lettem azóta. Igen. Kivárom a tolom be a kovászos uborkát, egyiket a másik után. És ha például nézem a Titanicot, már a bizénél, már ahogy hívják, a főcímnél elsírom magam. Vágó István UFO gyermekéről első képek a Story magazinban. A fotókat készítette Nánási Pál. Így van. Nem, vagy UFO gyermekeiről. UFO gyermekeiről, igen. Na mert akkor neki elhinnénk? Hát ha megvan a bébi, akkor igen. A legnagyobb szkeptikussal, ha történik valami, akkor talán az még hihető lenne. Mert egy olyat visznek el, aki hisz benne, az hülye. Hát ha a szülészetről van kép rólad, akkor én neked is elhiszem. Ahogy ott a kis sok csápú, ott nagyon-nagyon csapkod. És a mellyedre emelett keres, miatt. Béranyát keres porontjainak Vágó István. Koromnál, és nem emnél fogva alkalmatlan vagyok, sajnos ha a táplálásukra, ezért béranyát keres. Van egy hallgatónk, aki azt írja, hogy őt elrabolják folyamatosan gyermekkora óta, ugye visszahívjuk. Aha. Mert hogy ki állítólag ő? Lakatos hegesztő vagyok, 27 éves, mi gyerekkorom óta látogatnak és el is rabolnak. Na, hoppá. Látod, és már ez a hoppá, már ez kicsit ilyen rossz indulatú nem, hoppá ez volt. Nem, ez egy szép hoppá volt. Nem, én erre körülök, mert hogyha mondjuk, mit tudom én, az lett volna, hogy gyermekkorom óta többször is elraboltak már, szívesen beszélek vele, aláírás Alap István, akkor ott valószínűleg ott is csörgött, hogy valaki mentse ki ebből a szituációból. De Ferének igaza van, mondd a hoppát még egyszer? Hoppá. Nem így. Na látod? Na így kamu hoppá. Hoppá! Tehát, hogy valaki leírja a hoppát, már, vagy valaki ezt leírja, már ugye furán reagálunk rá. Anna már is visszahívta. Itt van Ádám. Hello Ádám, jó reggelt! Hello, sziasztok! Jó reggelt. Hello Ádám. Ez tök komoly, amit írtál, vagy hűlsz? Ez tök komoly. Ez velem gyerekkorom óta történik. Szóval mióta az eszemet tudom azóta, és régebben is mutatom, és mesélt, hogy mindig meséltem ilyen külön érdekes dolgokat. Aha, na. És békével jöttek, vagy csíkosítóval? Hát amikor fáj. Na, de most de ez most egy tök komoly dolog, amit elmondasz nekünk? Ez tök komoly dolog. Na, hogy történik az elrablás? Hát például úgy kezdődik az egész, hogy mit alszok, lefektek aludni, utána elkezdtek a hajnaltába zsibbadni. Egy olyan érdekes zsibbadós érzés jön rám. Olyan, nem bírsz megmozdulni, se beszélni, se semmi, és kicsit homályosan látja az embert. Például amikor így történik, és akkor... De várj, mit látsz? Tehát azon kívül, hogy zsibbadsz, mi egyszer csak jön egy fénynyaláb? Fénynyaláb az nagyon ritkán van. Amikor szerintem máshogy érkeznek, mert nagyon ritka a fénynyaláb. Uh-huh. Ez nagyon
Na, hogy mondjam. De hogy egyszer kicsapódik az ablak és belép rajta? Ott áll az ágyadnál, vagy hogy? Igen, van, amikor azt érzékelem, hogy fogdosnak szól, mondom, hogy vizsgálgatnak. De ki? Ezt én is szoktam, de egyre ritkábban. De kicsoda? Hát az idegenek, a szülcsék. De mit, ilyenkor fönt vagy? Kinézel? Nem, ilyenkor még a szobámban vagyok például. Hogy hívják őket? Fú, nem tudom. De mondtad, az idegenek a szürkék. Hát én szürkéknek hívom őket. Feri, már belevíziót állt valami idegen. Van stürke, valami, és nem. Stürke. Mert hogy szürkéknek hívják őket. Figyelj, ebben a házban lakik még rajtad valaki, vagy esetleg ez egy munkásszálló, és többen vannak tréfáskedő kollégák. Nem, édesanyámmal is öcsémmel élek még egy. És mit zsibbad? Minden, az egész tested, annak meg akarsz mozdulni, és nem bírt. De, és akkor és ők elvisznek az űrhajóba? Figyelj, van, mikor elvisznek, van, amikor nem visznek el. Szóval ez ilyen változó, mikor milyenjük van, vagy a franc tudja, hogy működik ez, de... És hogy néz ki az űrhajó? Hát, űrhajót még nagyon kevésszer láttam, de... Hogy mondjam, én már volt, hogy láttam föntről a házunkat. Tök érdekes volt. Hmm. Ez Esztergom mellett van. És föl is szálltatok ezek szerint. Igen. De várjál. Például volt, amikor csak ott ébredtem, és feküdtem valami hideg valamint, és körülöttem, láttam, hogy ott mozognak a nagy szeműek, és volt, amikor láttam azt, hogy a ágyamból kikelek, és visznek fel ezzel a fénynyalábbal. De nem kinyitották a ajtót meg az ablakot, hanem át úgy mindenem. De látod, hogy ezt a fénynyalábot mondtam volna én is a fókuszban? Hogy feküdtem otthon az ágyamon, jött egy fénynyaláb, és fölemelt. Igen, hogy... persze, hallgatlak. Aha. És amikor nem visznek el, akkor leül az ágyad szélére a szürke, és úgy dumcsisztok? Nem. Van, amikor csak ott áll, megébredek, és ott áll az ablaknál, és akkor fölteszi a kezét, és puff, el is elájulok. De van, amikor látom, szóval... Úgy, mint most így melóval látom a vasat, ugyanúgy látom őt is, hogy... Aha. Hát engednek egyébként a munkahelyen nagy fordulatszámú gépekkel dolgozni, vagy? Persze. Figyelj, ennek a zsibbadásnak mindenek van, aki konkrét testi tünetei, már úgy értem, hogy okai, tehát ezt lehet ezért érdemes lenne kivizsgálni. Elfeküdted a karod, vagy ilyesmi, nem? Nem. Mondtam már egy csomó helyen, meg vizsgálták, és mindenhol adták az ilyeség, de én tudom, hogy nem ilyeség. És mikor vittek el utoljára? Egy hónapja. Most annyira már nem olyan sűrű, mert most 3 éve van barátnőm, és azóta úgy ritkult az egész. Várjál. Féltékenyek lettek? Tessék? Féltékenyek lettek? Nem értem még ezt a lépős. Hogy féltékenyek lettek? Azért nem jönnek? Nem hogy... tudom, lehetséges. Nem tudom. Uh-huh. De azóta ritkult. De például mondom, gyerekkoromban volt olyan nap, hogy és nem telt olyan nap, hogy nem lett volna ilyen akció. Aha. De van egy konkrét betegség egyébként. Tehát ez az alvási bénulás. Ez érdemes, igen, hallottam róla. Igen, ez az alvás paralízis, vagy alvási bénulás, ez ugye vagy elalvásnál, vagy ébredésnél jelentkezik, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 1-2 percig tart, de hogy a szemeden kívül egyetlen izmodat se tudod mozgatni, és beszélni se nagyon tudsz, félelemérzet társul hozzá, és hát vannak halucinációk. Ezt most tök komolyan mondom, hogy azért ezt érdemes lenne megvizsgáltatni. Én is gondoltam már abban, meg erre a vizsgálatra még, erre még nem jutottam el, de viszont az érdekes, hogy felkelek és látom, mert tudom, mert ugyanúgy találkoztam már magas szőkével is, de akikhez járnak, azok biztos tudják, azok tudják, hogy miről beszélek, és hogy... De például én is a patakival úgy vagyok, hogy szerintem hülyeség, mert lehet, hogy kitaláltad, de lehet, hogy nem. Szóval én is így vagyok más emberrel is, érted? De úgy, hogy közben te ezeket látod, vagy gondolod, hogy látod közben, azt gondolod, hogy a pataki megőrült? Azért az a te szádból elég érdekes már abból a szempontból, hogy közben veled is ez történik, nem? Vagy legalábbis szóval ez én úgy mondom, mint egy hallgató, egy, hogy hívják, civil, vagy nem tudom, vagy sima ember, vagy... Na mindegy. Szóval lehet, hogy elhiszem, nem tudom, hogy elhiggyem, vagy ne higgyem, szóval én is így vagyok másról, szóval is így vagytok velem, hogy lehet, hogy... Igaz, de lehet, nem tudod. Nem, én kizárnék minden olyan okot, ami mondjuk orvosilag igazolja ezt, hogy az ember még ne tudjon mozogni, aztán utána nyilván lehet ezt tovább vizsgálni, de mondjuk ezt az alvás bénulás vagy alvás paralízis, ezt érdemes lenne azért megnézetni, mert ennek konkrét szervi okai lehetnek, hogy ez miért van. Ilyen, van ez a klasszikus dolog, hogy valamilyen idegen testnek a beültetését is szokták érzékelni azok, akiket erre volnak. Implantátum. Igen. Így van. Idegen szó. És hogy neked valami hasonló tapasztalatod van-e? Szerintem igen, mert például, ha elmegyek nyaralni, akkor is tapasztalom, hogy megtalálnak. Szóval első éjszaka biztos, hogy leellenőriznek, hogy jó vagyok, akkor szoktam zsibbadni, és utána semmi. Utána... Tehát lehet, hogy valamilyen nyomkövető van benned? Szerintem igen. Figyelj, hétvégén... Akár utazok, akkor is. Hétvégén, amikor a hegyekbe. Hétvégén, amikor bulisztok a haverokkal,
csak piáltok, vagy tesznek valamit? Én nem iszok alkoholt. Semmi? Én nem szoktam. Nem, mert többen kérdezik. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán egy sört még iszok, de nem. Én inkább vezetni szeretek kocsikázni. Na. Egy kivezető kérdés, hogy a maga szőke meg volt? Úgyhogy faszi, úgyhogy nem. Ja, most miért, ha jól néz ki? Szerintem férfi. Aha. Úgyhogy erre nem gerjedek, köszi. Figyelj, és orvosnál voltál? Most komolyan, nem... Voltam, igen. És nem vizsgálták ezt nekem? Voltam már, a franc, az a... aki ilyennel foglalkozik, annak is megbeséltem. Azt mondta, kivizsgáltak, azt mondta, hogy minden rendben van. Szóval erre a különös, na, a kimondatlan az alvászavar, erre nem vizsgált ki, de... A zsibbadáson kívül valami más tüneti? Szúrások a csuklónál például. Oh. De nem drogozok, ezt hozzá kell tenni. Szúrások a csuklónál. Ez mondjuk durva. Igen. Na mindegy, azért ezt érdemes lenne kivizsgáltatni. De ugye, hogy az ember nyilván racionális magyarázatot keres először, csak az elmondott tünetek alapján persze. Van egy ilyen típusú betegség, ami pont ezt történik. Ez elalvásnál van, vagy ébredésnél? Ez elalvás után, de szerintem az ilyen hajnali három fele szokott általában lenni. Uh-huh. De van, mikor vittem délután lefekszek aludni, és akkor is vannak ilyenek. Szóval... Igen. Ez a teljesen tipikus, tehát akinek ez a betegsége van, az például nagyon sokszor lát földön kívülieket egyébként. Mert hogy emeli a betegség mellé hallucinációs elemek vagy részek is társulnak konkrétan. Igen, és igen. Ezt ezzel magyarázzák, hogyha neked van ez az alvás paralízis, akkor te ugye halucinálsz, és a halucinálás közben gondolod azt, hogy például téged elrabolnak. Aztán ebből kiderül, hogy az esetek 90%-ában egyébként ez egy szervi elváltozás miatt van, és hogy ezt meg lehet gyógyítani. Ezt érdemes lenne megnézetni. Persze, az is lehetséges. Lehet, hogy ez van a patatja. Úgyhogy bármi lehet. Oké, okay. Hát ez érdekes volt. Amíg ilyeneket látok, meg hallok, meg érzékelek, addig hiszek benne. Azért nézes meg. Köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm szépen. Köszi. Keressetek. Hello. Ciao, hello. Szia. Betalál. Ja, hogy mondod? Mindent értünk ki. Ennyi. Na? És ő szentül megvan arról, hogy őszintén, hogy őt elrabolja. Na, és hiszel neki? Nem. Na, ha de te ugyanezt mondanál, azért, mert van egy racionális magyarázat a kezedben. Mert van egy racionális magyarázat, van egy konkrét betegség, aminek ezek a tünetei. De bocsánat, és ha ezt kizárják, tessék? Abban a halucináció. Ugyanúgy halucinálsz. Illetve extrém esetekben, hogy csíp a pisilyen. Ugyanúgy halucinálsz, és vagy az ébredési fázis előtt, vagy az elalvási fázist megelőzően. Következik be. Többféle magyarázata van, hogy miért produkálja ezt a test, de hogy ez egy létező betegség. Ez az alvási bénulás, vagy alvás paralízis. Tehát, hogyha azt megnézetik, és kizárják, és utána is történik, akkor ezen érdemes elgondolkodni. De először nem hinném el, nem? Most mondjuk nagyon Stefan Schnitzeres voltál ezzel a magyarázattal. Steve Cutterre gondolsz? Vágó Istvánt akarod? Tehát, hogy my name is Steve Cutter. Most megtaláltad azt a racionális magyarázatot, amilyen racionális magyarázatokat egyébként az István is fog majd hozni, hogyha ezt szóba hozok, amikor ide bejön. Nem csak engem ez a betegség, ez egyébként baromira érdekel, és szeretném, ha ilyen nem lenne. Tehát, hogy gondold el, én hogy... Én ugyanígy vagyok a száraz leprával. Régóta foglalkoztat, és lábon hordanék ki szívesen egyet. Nem. Tehát ez elalvás előtti halucinálás, ez egy teljes izombérulással utazol 3 percet, és nagyon durva dolgokat trippelsz, azért azt egyszer az ember azt megnézni. Neki nem jutott például eszébe, hogy egy kamerát betenni a szobájába éjszakára? Egyébként ez jó kérdés. Tehát tényleg. Ha tudod, hogy ez visszajövő álom, én betennék például egy kamerát, este elindítanám, reggel megvan, gyorsan a pörgetve egy óra alatt vissza tudod nézni, azon rajta kell lenni, hogy tényleg elvittek-e vagy se. Igen, vagy és ha nincs semmi, akkor... Akkor ez agyban megy. Akkor agyban megy a mozi. Ez nagyon jó. Na, hát reméljük, hogy hallgatta. Mert hogyha ezt megcsinálja, akkor az tök oké. Okay. Neki is egy megnyugvás lenne, meg nekünk is. Ádám, írd már meg, légy, hogy van erről felvétel, tényleg. Jó, hogy csináltál-e felvétel? Na, jól elkanyarodtunk a közlekedési hírektől. 7:30 pontosan 7 perccel jönnek a hírek, aztán folytatjuk mi is. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan 8 óra, hello mindenkinek. Jól kibeszéltétek a Patakit meg a Vágót, de a kérdésemre nem kaptam választ. Pontosan mikor volt ez az adás, hát kérdezi egy hallgató, akitől egyébként az egész földön kívüli téma újra elindult, és erről beszélgettünk ugye itt a hírek előtt. Szerintem az archívban ez megtalálható, be kell írni, nem? Vagy az nagyon régi anyag volt? Régi anyag volt, az nem biztos, mert ugye új a honlap is nem biztos, hogy évekkel ezelőtti anyagok fönt vannak. Hát be kell próbálni az archívba beírni hívószónként a Patakit, és akkor a kidob valamit, akkor lehet, hogy ott van.
De egyébként én azt gondolom, hogy ez iránt a téma iránt a legfogékonyabb hármunk közül a Balázs felé, meg én nem annyira. Azt gondolom, hogy raboljanak el engem. Igen, de jól elrabolj. A gyorsforgalmi Pest felé újra járható, kiszedték a kamiont, ezt Mia üzeni nekünk, valamint Budapest Róna utca, a benzinkúttól az M3-as felé egy Toyota kigurult a parkolóból az útra. Van hely kikerülni, de egy betétlapvadász elgombázhatja. Aha. Üdv Lalóka. Parkolóból kigurult, az szép. Gondolom nem volt kézifék, üresben hagyta is szépen. Pilisvörösvár üröm 40 perc, írja nekünk a kutató, te jó Isten. Tízes út megszokott nyugalomban áll a Solymári körforgalom után Buda felé, igen. Trafia a 26-os számú főúton Miskolc bevezető szakaszán a rendőrlaktanyánál, valamint négyes baleset miatt áll a Soroksári, ezt sokan kérdezitek, hogy mi a helyzet. A Timót utca után már jól lehet közlekedni, ez nem tudom pontosan hol keresztezi a Soroksárit, de nyilván aki arra jár, az jobban tudja. Ha azt eléritek, akkor utána már jó, ott viszont egy négyes baleset van, és emiatt nem lehet haladni. Én is láttam a házunkat felülről, amióta van Google Maps, írja. Írja egy hallgatót. Teljes logikus magyarázat. Ádám üzent, hogy nincs videófelvétel. Aha. Tehát, hogy nem tett be kamerát a szobájában, nincs neki. Hát de tegyen. Kérjen kölcsön egyet, ha neki nincs. Most valaki egy ilyen fontos kérdésben én is odaadnám a videókamerámat. Ha lenne, kinek van videókamerája, Jani? Nekem. Na, add csak oda. Adja. Igen. De egyébként szerintem egy ilyen primitív szerkezetet sec perc alatt kiszúrnának az ufókok. Aha. Lehet, hogy nem jönnének többet. Akkor viszont megoldódna az ő problémája. Nyugodtan aludna minden este. De az is lehet. Ha? Hát vagy úgy éreznék, hogy hátba döfte őket, hogy elárulta az ő közös titkokat, és azért elhambasztanák élve. Betsziről. Bedugult a Moszkva tér, látták a vágót egy combfixbe rohangálni. Nálunk a faluban is elvittek egy tagot az ufók, mikor elmesélte, így kezdte a sztorit, aznap épp nem ittam semmit. Hihető, mi? Ez Csabi írta nekünk, köszönjük szépen. Lehet, hogy ki kéne hívni egy táltost, mert rossz helyen van az ágya. Ezt Szilvi üzente. Hát nem tudom, hogy ezen egy ló segítene. Táltos, hó, hó, hó. Hey, táltos, na. Na, hó, gyite. Ez miért beviszel egy lovat, hogy táltosnak hívnak? Simán lehet egyébként. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, halló, jó reggelt! Halló, halló, szia! Halló, halló, elektorkalandorok! Hello, Laci! Szia, Laci vagyok. Laci, merre vagy éppen, hol hallgatsz minket? Autóban vagyok, 62-es úton. 62-es? Parancsolj! Kérem? Hogy? Sorry. Hogyan? Halló? Igen? Tessék? 62-es? Itt vagy? Igen, de nem hallok semmi, bocsánat. Ja, nem, 62-es mondtál, Laci? Azt, igen. Azt hittem, elraboltak téged is, mert valami rossz dolog történt. Mivel foglalkozol, Laci, vagy milyen munkád? Informatikus vagyok. Informatikus vagy. Na jó van, mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Nem. Egy régebbi típusú UFO-val szállnak föl most. Igen, egy A2-es típusú UFO-val mennek éppen. Jó, mutatjuk, mit énekelnek. Na, 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 na. Ja, Istenem, hát ez... Olyan régen volt már. Hú, lehet elégette? Nem megy, ebből nem megy. Jaj. Na, 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 na. Ez a Pály Alex. Kedvesem. Mert nekem nincs most más, csak a kedvesem az én. Igen. De jó ez. Van azóta valami slágere? Írt egy új dalt, slágernek nem tudjuk nevezni még, de még lehet belőle bármi is. Még. Tényleg? Beépület a köztudatba. Csak idő kérdése. Oké, ez megvan ez az ajándékcsomag. Jó? Laci. Itt vagy? Nagyon nagy a baj. Na most tényleg lecsaptak rá. Ez egy furra reggel. Laci, te elrabolták. Itt vagy még, Laci?
Laci! Laci! Ja. Laci! Jó, Lacinak elküldjük az ajándékcsomagot. Jó, 4 perc van pontosan, 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. 8 óra, 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M5-ös Szeged felé a 66-os kilométer könél kamion kontra személyautó, se rendőr, se mentő még. Ezt Misike küldte nekünk. Aztán M0-ás M1 összekötő autó keresztbe áll a belső sávban. 51-es út Dunaharasztitól a 0-ás felé beállt, lassú a haladás, Kámesz. M566-os kilométernél baleset a belső sávon, személygépkocsi neki ment a szalagkorlátnak. Teljes leállás M5 Szeged felé Lajos Mizse előtt. Ezt Happy küldte. A táltos nem ló, hanem egy médium. Tényleg? Jó, Jani, de hogy hibász azt már megint ekkorát? És komolyan, hogy valaki, aki ennyire érti a humort, miért nem Kossuth Rádiót hallgat reggel? Hatalmas dugó az M3-as bevezetőn, az Árpád híd felé be van állva Hungária az egyes felújítása miatt. A senkinek nem jutott eszébe, hogy a munkát éjjel kellene csinálni, és csúcsidőn kívül talán nem kéne az embereknek egy órával előbb elindulni a melóba. Üdv Maci! Az M5-ösen ebben a pillanatban történt előttem egy nagy baleset, Szeged felé a Lajos Mizsei pihenő előtt, lehetséges pályazár, egy kamion és egy személyautó üzente massza, és áll a Szerimi út befelé a város felé. A kérdés miért? Kérdezi Libi. Hát én nem tudom, hogy ennek bármilyen különlegesebb oka van-e. Egyszerűen csak dugó van, nem? Uh-huh. Vagy látunk valamit? Nem látok semmit. Ugye? Mit ír? Mit is ír, ahogy is írja? Hogy egy nagy klasszikust idézi. Van valami? Semmi. Semmi? Nem látok semmit. Gyerekek, dermesztően rossz filmet láttam a hétvégén. Mi volt az? Tessék? Címe, film vége. Ezt a kettőt szoktam elrontsam. Spórolj. Szerintem erre ember nincs, aki beül, tehát hogy erről nyugodtan lehet beszélni. Justin Timberlake. Ne kérdezzétek, hogy kerültem oda, jó? Tehát tényleg nem. Bár egyébként a Timberlake vannak jó filmjei. Volt. Tehát tényleg az Alfa Dog az egy kifejezetten jó film. Az egy kifejezetten jó film. Abban a Justin Timberlake jó, de egy-két filmben egyik filmben jót játszik. Az a durva, hogy a címét is elfelejtettem. Akkor mély nyomot hagyott tényleg. Justin Timberlake és Ben Affleck játszik egy filmben, és egy kosztarikai online póker csalásról szól. Aha. Ki csal? A Ben Affleck, gondolom. Ben Affleck a rossz, és a Justin Timberlake az, aki be akar épülni Ben Affleckhez. Hogy gondoljátok, mennyi időm van, hogy ilyen filmekre beülök. Mi egy társasággal voltunk, valahogy elkeveredtünk. Hát az elmúlt 15 év egyik legrosszabb filmje. Vak szerencse. Te is láttad? Dehogy láttam. Gyorsan láttam. Te ekkora kabus vagy, nyilván ismerd már, hogy te is láttad. Csak gyorsan rákerestél. Jó, tudom, egy rockesor soha nem ül be egy Justin Timberlake filmre. Figyelj, a dialógok azok körülbelül olyanok voltak, mint egy ilyen Bravo Otto magazinból írták volna ki. Elképesztően rossz volt. Tehát ha valakit még meg tudok akadályozni abban, hogy azt megnézze, akkor az felejts el. Az évszázadik legrosszabb film. Se sztori, se... De arról szól, hogy van egy online pókeres ember, ez Ben Affleck, akinek egyébként azért vannak jó filmjei. Inkább mondjuk rendezőként, színészként én nem annyira kedvelem, de hogy azt gondolod, hogy mint egy Argo után ő nem biztos, hogy bevállal egy ilyet, és ő már Kosztarikán dolgozik, mert Amerikából elküldték. Nem emlékszem pontosan, hogy került át Kosztarikára, mert ott egy picit bealudtam, volt egy ilyen 10 perces, volt egy kis pici bóbiskolás, és akkor ott ő csal. És akkor beépül oda Justin Timberlake, lefizetik a rendőrséget, de végül is Justin Timberlake átáll az igazság szolgáltatás oldalára, és segít lebuktatni az online pókerest. Mekkora sztori, nagyon nem? Nagyon jó. Pfú. Olvasod a történetét, vagy mit csinálsz? Nem. Nézi Justin. Csak bele, nem beleolvasgattam, de úgy látom, hogy ő sehol nem kapott igazán jó kritikákat a film. Hát neki is lehetnek mellényúlásai. Mert alapvetően egyébként ő azért okozott már egyszer-kétszer kellemes csalódást tényleg. Ott volt például a Tolvajok városa, szerintem ez egy kifejezetten jó film tőle. Én megmondom őszintén, még arra Daredevilt megnéztem majdnem, mert hogy nem tudtam megnézni teljesen a filmet vele, annak idején, amikor ilyen szuperhőst játszott, de ez olyan borzalmas volt, hogy így azt mondta, hogy ez a csáva soha büdös életben nem fog egyetlen normális filmet sem csinálni, aztán mégis. Hát, és milyen lesz majd Batmanként? Ami ellen konkrétan a Batman így van. Hogy lehet? Ami ellen konkrétan tüntettek a rajongók.
Hogy ne legyen Batman? Hogy ne legyen. De most a Justin rajongók, vagy a Batman rajongók? Nem, és a Ben Affleckről van szó. Ben Affleck. Ja. Mondjuk, ha valaki, akkor te abszolút nem vagy képbe, Feri. Csak fogalmam, ne ismerem az ugye egy Christian Bale után, aki teljesen összefort ezzel a szerepel, és szerintem zseniális volt benne, egy Ben Affleck, hát hogy? Hány millió dollárra mondott nemet a Christian Bale? Mit mondtak neki? Nem, ő azt mondta, hogy mert egy 100 milliót kért, azt mondja, hogy akkor elgondolkodni. Nem, az nem ő volt, az a Robert Downey Jr. volt az újabb Vasember filmre. Ja, mit aki azt mondta, hát azt mondta, hogy akkor ízétsz, hogy 100 milliót kér. 100 millió dollár? Igen, hogy akkor elgondolkodik a folytatáson. Ja. Úgyhogy, hát ő azért rettenetesen menő. Én még azt is értem, hogy meg fogják adni neki, mert ő irgalmatlan. Jó, de visszatérve a Christian Bale-re, tehát, hogy így azt mondta, hogy ő már nem akarja. És akkor a Ben Afflecket megkeresték, ő igent mondott, és hát ugye... Képzeldem, mint Batman. Jó, így lehet. Van, és hát ráadásul tényleg kísért a múlt, tehát ott volt az a Daredevil, a Fene gyerek című. Úgyhogy... Na hát, mindegy. Jó, aki akarja, hogy meg akarta nézni, akkor spórolt neki 1000 forintot. Na, így van. Nem tudom, hogy ültem be erre. Egy angol iskolában kötelezték a szülőket arra, hogy a szülinapi bulit rendeznek csemetéjüknek, akkor meg kell hívni mindenkit az osztályból. Az igazgató szerint, aki elindította ezt a kezdeményezést, nem tesz jót az ilyesfajta kiközösítés gyerekeknek, a szülők pedig háborognak, hogy mindenkit meg kell hívni. És szerintem, aki már a gyereknek az óvodában rendezett szülinapi bulit, vagy az iskolában, az tudja, hogy ennél sokszor macerásabb, a másik szülő előtt kellemetlenebb helyzetben nem nagyon tudsz kerülni, ha meghívod, vagy éppen nem hívod, mert mindenkinek van szerintem élménye, hogy reagál arra a többi szülő, illetve a többi gyerek, ha meghívják, vagy nem hívják meg születésnapi buliba. Ugye? Nekem erről nagyon egyszerű állásfoglalásom van, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Hát nálunk most volt a hétvégén a születésnapi buli. Születésnapi buli volt hétvégén. Születésnapi buli a panyásznak, ugye 5 éves lett. A vezérelv, az alapelv az az, hogy visszahívod azokat, akik meghívtak. Igen. Plusz, akit a gyerek akar. Így lettünk 34-en. Nem, most 18 gyerek volt meg a szülők nyilván, de 18, és akkor ebben benne van az is, hogy akit meghívsz, annak a tesója is ugye eljön nyilván. Az korrekt. Is kiskorú. De 18-a. 18 Feri. Gyerek volt, így van, a buliban. Hát az évek során, ahogy majd megismerik Feriéket, ez úgyis elkopik. De szerintem... már most jelezték, hogy nem jönnének. Nem mindenki. De szerintem lehettünk volna többen is, hát most miért ne? Mert miért kéne többen lenni? Ettől ki vagyok? De mert óriás bulit csináltak a gyerekek, jól érezték magukat, sikítva rohangáltak egész. De azzal nincs baj. Csak szerintem az a születésnapi buli, ahol egy 3 éves gyereknek egyébként 18 barátja van ott, aha, az legkevésbé a gyerekről szól, szerintem, az egy ilyen egotrip, hogy ugye te meghívsz mindenkit, és akkor a gyerek azt gondolja, hogy neki egyébként mennyi valódi barátja van, de a gyerek az óvodában nincs jóba, vagy az esetek többségben nem feltétlenül van jóba 18 gyerekkel. Aha. Tehát szerintem azokat érdemes meghívni egy szülinapi bulira, akikkel a gyereked valójában jól van, 3-4-5 gyerekkel bandázik a gyerek az óviban. De ezeket ő mondta. 18-at? Aha. Maradjál, mert nem is tud 18 nevet. Micsoda, vicces, egész hol. Nagy társasági életet él a gyerek, valószínűleg az édesapjára ütött ebből a szempontból, és ez volt, mi leültünk, mi próbáltuk meghúzni a párommal a határt. Az egyik anyukát. A többi nem sikerült. Próbáltunk határt húzni, hogy elég lesz, hogyha csak, de egyébként meg mit mondasz? Tehát azokat illik visszahívni, akik téged na, is meghívnak. Szerintem nem. De miért? Itt van egyébként a megoldás, nem akartad megbántani a szülőket. Ez valójában nem is a gyerekről szólt a buli, meg arról, hogy a kisgyerekek érezzék jól maguk. Nem akartad megbántani azoknak a gyerekeknek a szüleit, akiket te elhívtál. Mert ők már titeket meghívtak. De ők azért hívtak meg bennünket, mert a gyerekek jóban vannak. Tehát mi, a béka nagyon nyomja ezt a szülős dolgot, én nem annyira vagyok ebben benne, tehát voltak ismeretlen tényezők a számomra. A szombat délutánban nagyon helyes, aranyos volt mindenki. Tehát mi csak azokat. Tehát valószínűleg ők, akik meghívtak bennünket, már azért hívtak meg, mert a két gyerek bírja egymást, érted? Az én lányom, meg az ő fia, vagy az ő lánya. Te lányod, meg a te fiad. Igen. Bírják egymást. Ők is bírják egymást. Tehát így jöttünk össze, hogy volt ez a rész, akiktől már meghívást kaptunk, akiktől nyilván azért kaptunk meghívást, érted? Mert ők jóban vannak. Szerintem nagyon sok szülő csinálja azt, hogy nem is biztos, hogy a szülők vagy a gyerekek jóban vannak, csak azt akarja mutatni a többi szülőnek, hogy az ő gyerekét egyébként mennyien szeretik. Hát, nagyon-nagyon sokan csinálják ezt, hogy az az ego trip, hogy akkor jó a születésnapi buli egy 3 éves gyereknek, ha egyébként 26-an vannak.
És szerintem ez egy tévedés. Tehát, hogy neked van egy 3-4-5 éves gyereked, és ő jóban van, mondjuk hagyja. Tehát sok szülő kellemetlennek érzi azt, legalábbis a tapasztalataim szerint, amilyen születésnapi bulikban vagyunk, hogy mondjuk 6 gyerek legyen ott, vagy 8. Mert az olyan ciki, olyan kevesen vannak, akkor a többi szülő azt gondolja, hogy ezt a gyereket nem szeretik, vagy nem kedvelik. És az a jó, ha 18-20 gyerek ott rohangál, mert akkor ilyen baromi nagy feneket kerítesz annak, hogy a gyereket megszületés napja van. A nagy feneket szerintem nem ezzel keríted. Tehát a nagy feneket nem a létszámmal keríted. De hát a 18 gyereket, te mondjuk meghívsz 18 gyereknek te tortát, pogácsát, üdítót hozol, stb., akkor azért az szerintem az akár egy komoly kiadás is lehet. Ennek tehát, is hogy megvan egyébként az ellenszere, hogyha ettől félsz, hogy kevesen lesznek, és úgy érzed, hogy emiatt a gyerek szorong, vagy pedig a meghívott szülők azt fogják érezni, hogy nincs elég barátja a gyerek szerintem. Ne, én szerintem sem, meg úgy kell csinálni, hogy nyilvános játszóházba kell hívni, ahol párhuzamos ha veled még 3 születésnapot rendeznek, és úgy tűnik, mint egy gyerekhez is sokan jöttek volna, mert egyébként sem tudom megkülönböztetni őket egymástól. Sokan vannak, jól érzik magad, ez kész, le van tudva. Egyébként nekem nagyon szimpatikus lenne az igazgatónak az ötlet, ennek a brit iskola igazgatónak, ha beszállna. Érted? Tehát, hogy hívjunk meg mindenkit. Azért ne felejtsünk már el, hogy meghívni mondjuk 18-20 gyereket egy szülinapra, azért az, de ez, csengetni is kell keményen. De ez azért hülyeség, mert a gyerek egyébként valószínűleg a szülőnek sokkal rosszabbul esik, hogy nem hívják meg. Tehát a gyereked mondjuk jóban van az óvodában 6 gyerekkel. Nem? És Marcika, akivel egyébként egyáltalán nem játszik, aha, Marcika rendez egy születésnapi bulit, ahova Józsikát nem hívja meg. De Marcika és Józsika nincsen jóban. Érted? Akkor Józsikát nem zavarja, hogy Marcikát születésnapi buliára nem hívták meg. De tehát, hogy a szülőt zavarja, hogy egyébként az ő gyerekét erre, vagy a szülő sokkal inkább ego kérdést csinál, hogy őt miért nem hívták meg arra a születésnapi bulira, mint egy 4 éves gyerek. De számon kérnéd egyébként a szüleim? De hogy kérem, örülök, ha nem hívnak meg. Anyukát hol van? Én vagyok Baláska, nem ismert? De hogy kérne, ha milyen jogon? Figyelj, a szülő eldöntheti, hogy kit akar ott látni a születésnapi bulián, vagy döntsön a gyerek. Ha a gyerek úgy gondolja, hogy ő mondjuk a Benivel nincsen jóba, és nem hívja meg a születésnapi buliára, nincs baj. Tehát, hogy akkor nem hívja meg. Attól függetlenül, ha mondjuk egy hónap múlva a Benny azt mondja, hogy ő szeretné meghívni, mert ő viszont úgy érzi, hogy jóba van, akkor én nem mondod, nézem. Hogy nem hívhatod meg, hiszen ő se hívott meg téged. Nem, pont azt mondom, hogy akkor én nem nézem, hogy mi voltunk-e egy játszóházba, áldogálva, szorongva egyébként, amíg a gyerek ott nem tudom, mit csinál, hanem akkor azt mondom, persze, te szeretnéd, hívd meg. De ego kérdést csinálni, hogy most téged meghívtak, és akkor most te nem hívod vissza, vagy ha téged se hívtak meg, ő se jöjjön. Ez a szülőnek a hülyesége szerintem, nem? Így, hogy van, de hát most, ahogy mondod, nálunk ez nem is volt, tehát nálunk csak az volt, hogy a Panyesszal leültünk, és ő mondta a neveket, hogy kit akar látni. Tehát én nekem eszembe se jutott, hogy engem meghívtak, nem hívtak, mert nem is érdekel a dolog. De szerintem a villantás része, lehet, hogy ez is benne van, szerintem azzal nagyobb, én már láttam olyan 5 éves születésnapi bulit, ahol limuzinnal mentek a gyerekekért. Na azt gondolom, hogy az villantás. Az, hogy most 8-an vagytok, vagy 18-an, nyilván anyagilag megterhelőbb a dolog, hogy venni kell még egy kiló pogácsát, és akkor az valamivel többe kerül, de ezt meg én marhára nem értem, ezt se, hogy akkor az iskolaigazgató szerintem az, hogy 18 barátja nincs a gyereknek. Ezt most tök komolyan mondom. De ez egy kamu. 18, az egy ego trip, hogy na nézd, mennyien szeretnek minket, na nézd, mennyi szülő van itt, na nézd, mennyi gyerek van itt. Nem kell mondanod ezt, hagyjál már békén ezzel. Hogy én ezt így gondolom. Nézd, mennyi barátja van a mi gyerekünknek. Milyen senki népszerű nem a mi gyerek. De nem hogy ezért hívod, hogy legyen egy nagy buli. Persze, ez tök jó. 18 gyerek, az megy a móka. Most a Beninek mi rendeztünk szülinapi bulit, mint amit 2 héttel ezelőtt, és ott volt, mint amin 8 vagy 9 gyerek összesen. És nem csak az óvodából, hanem egyébként még azokkal, akikkel összejár. És hogy így, én nem éreztem azt, hogy ez most egy olyan születésnapi buli, ami egyébként, hát milyen kínos, mert egyébként ott van 4 szülő, meg 8 gyerek, hanem az volt, hogy tök őszintének gondoltam, mert azt gondoltam, hogy valójában azok vannak ott, akikkel nekünk valamilyen kapcsolatunk van hétvégén, vagy a gyereknek valódi kapcsolata van bele az óvodában. Érted? És nem rohangált ott egyébként még 10 feltűnően ronda kisfiú vagy kislány, akik nálunk sem. Nem most szép gyerekek vannak. Nem bánt szegény csoportársainkat. Csak hülyülök. Nem haragudj, anyukák, nem én mondtam, hogy csúnya a gyerekek. A Balázs volt. Csak hülyülök. Majd legközelebb kimagyarázzuk, ha összefutunk. Ott volt még Ödönke, Pistike, Zolika, akit egyébként... néznek akitől nem dobott ki a kacsot. Akikkel egyébként a Benny, csak amikor elmennek a Benny mellett, belerúgnak, vagy a Benny esetleg, mit tudom én, ott áll, és arrébb lökik, és lelökik az ebédjét, de nem foglalkoznak a Bennyvel valójában. Benny állította össze a meghívottak listáját? Mi a Benny? Vagy ti?
Hogy jönnék én ahhoz, hogy a gyerek meghívja a születésnapi buliát, én összeállítsam? Igen, de ha most Beni 18 nevet mond, hogy apa, szeretném, ha eljönne a Zolika is, igaz, hogy múltkor belerugott, akkor mit csinálsz? A Zolikát nem hívod meg? Mert Zolika nem a barátod, Beni. De Zolika mindig beléd rúg az óvodában. Nem, mi így, ebben a formában mi nem irányítjuk a Benit. Azt mondom, hogy figyelj, Beni, nyilván tudom, hogy a gyerek milyen neveket mond. Tehát mondja a Szonyát, meg mondja a Bencét, meg mondja a Somát, tehát mond olyan neveket, meg akit... az öt másikat, meg nem tudom a nevét. Egyébként is utálom őket. Tehát napi kapcsolatban vagy a saját gyereket, de tudod, ma mi volt a Szonyával, mi volt a Bencével, mi volt a Somával, kikkel beszélget. Tudod, ki mi van a Levivel, tehát hogy tudod azokat a baráti elemeket, akiket ő mondogat. Ha most fölmerül egy idegen név, akit nem tudok, nem megyek be az óvónőhöz, és kérdezem meg, hogy vele valójában van, jöjjön ő is. De hát nyilván ezeket nem mondta, plusz baráti társaságból mondott még plusz neveket, akik szintén meghívtunk. Csak nem jöttek el, mert nem kell. Hát a szülők viszont nem kedvelnek minket. Érted? És így lett mondjuk 10 gyerek összesen. Aha. Vagy 8. De most én nem mondtam, hogy baj, hogy ti csak 8-an voltatok. Értem, te értem. Te mondod azt, hogy a 18 gyerek az... Nem feltétlen. Nem 18. Nem azt mondom. Nálunk, csak... Tehát mi nem szóltunk bele. Panyesz leült az asztalhoz, mi írtuk, és akkor meghívtuk. Egyébként ugye ez 10 gyerek tulajdonképpen, csak mindenkinek van testvére, és így jöttek össze 18-an. Tehát ezért voltak ennyien. De még egyszer mondom, szerintem nem az a villantás, hogy hányan vannak, hanem a limuzinos izé, ilyet hát látunk már, meg a vacsorára visszük a gyerekeket, meg amit én mi. Anna, te hogy gondolod? Én úgy, hogy te gondolod. Mert egyébként egyidős gyerekek vannak. Abszolút. Egyébként, tehát itt igen, hárman. Igen, így van. Én úgy, hogy te gondolod, tehát, hogy... meg kéne hívni az összeset, mint az angol igazgató mondja? De, hogy is kell meghívni. Nálunk ugyanez, Karin állított össze a listát, azok jöttek, akikkel játszik. Nem érdekelt, hogy mi hova megyünk, tehát, hogy nem hívtam vissza mindenkit, ahol voltunk. Aztán, hogy ők ezt hogy rendezték el a lelkükbe, ahogy akarják, úgy. Letettem a gyerek elé egy papírt, odaültem egy tollal, mondja Karinál, mondom, kit szeretni. Annyi, hogy én limitáltam. Én limitáltam, nem volt kettőbe. Nem, 10-be. Azt mondtam, hogy te is még 9. Uh-huh. Megmondom, ilyen nem 1 kiló pogácsáról van szó, hanem ugye vannak olyan játszóházak, ahol gyakorlatilag perc alapú fizetés van. Nem játszóházba azért... kell menni. Például na de hova menjek egy voltunk. 50 négyzetméteres lakásnál? Én nem a lakásunkban nekem. Volt, kérlek szépen, igen. Mi elmondom neked, mi egy ilyen kreatív műhelyben voltunk, ahol volt egy foglalkoztató néni, aki kitalált egy ilyen színdarabot a gyerekekkel, és azt rakták össze. Ez tök jó. Na, tehát, legalább hogy nálunk nem, valamit, nem akkor volt, legközelebb majd nem így, volt játszóház, mert azt tudom, a játszóház az irgalmatlan pénz. Tehát igen. Ha csak a 10 gyereket elvitted a játszóba, te kifizettél érte 30 ezeret. Annyit, pontosan. Legalább van. 30 ezeret. Nekem a 18 gyerek kajával, piával nem volt ennyi, úgyhogy nem játszóház. Na jó, de csak összeütöttél valami rikottás rizottot. Mi is? És pálinkáztunk a férfiakkal. Rikottás rizottot sáfrányos papardellével, nem? Nem kaptak semmi ilyesmit. Valamit azért csak oda dobtál. Ez de jó. Te nem hívtad vissza azokat, akik nem. Meghívtak? Nem feltétlenül. Hát te sem hívtad meg, nem. Azt mondtad. Nem, csak nem, kérdezem. Ugyanez, amit te mert mondtál. Ők illendőségből hívtak meg, vagy valószínűleg azért, hogy többen legyetek, nem? Fogalmam nincs. Nézd, nem tudom, miért hívtak. Az ő dolguk, lelkük rajta, miért hívtak. Nem tudom, miért hívtak. Nem tudom, miért hívtak. Soha nem szimpatizáltam velük. De nagyon sok gyerekkel, hogy úgy mondjam, úgy vagyunk, hogy akit a Karina gondol, akivel játszik, ennyi. És egyébként fogynak a gyerekek, fogynak minden évvel. Persze, hát figyelj, ahogy a gyereknek valódi kapcsolatai lesznek, úgy nyilván már egyre jobban tud szelektálni. 4 éves gyerek még bemondja azt is, meg ezt is, de hát még nem valódi kapcsolat a kettő között. De szerintem az esetek 80%-ában a szülők azok, akik ezt az egészet túl gondolják, és tényleg ilyen egó kérdést csinálnak belőle, hogy akkor minket se hívtak, te se menjél, milyen ajándékot kaptál, ezt kapol. Érted? Tehát, hogy így a szülő az, aki ezt túlreagálja. Meg tudod, miért történik? Például van olyan ismerősöm, nem tud nemet mondani, mert tart attól, hogy utána be kell menni az óvodába. És akkor már hogy nem, hogy tud nemet hát, mondani? Hát, hogy nem mert nemet mondani. És így megy gyakorlatilag az egész óvoda a bulira. Az egész csoport, mert nem mer nemet mondani. Mert szembe kell nézni akkor azzal, hogy igen, te hoztál. Na vigyázz, te mit mondasz az óvodában, mert aztán ott megint tudod, hogy... Szőnyek széle. Lezérdeltek a szőnyek szélére. Megyek raportra. A túlvezérelt anyukák. Megyek raportra. Hát figyelj, de én ezt így gondolom. Tehát, hogy nem mernek nemet mondani sokan. Nem mernek nemet mondani. Tehát már a meghívásra? A meghívás. Tehát nem, tehát azért nem meri mindenkit, nem hogy ne kelljen utána azzal szembesülnie, aha, hogy ő nem volt ott. Egyébként nem a óviba van, hanem barátnőm, mert aha, történik ez a sztori. Nem mer nemet mondani, mert kellemetlen. Hát én szerintem meg ez nem kellemetlen, mert van egy gyereket. Jövőre Karina már 4 embert akar. Ebben a pillanatban, hogyha most lenne a szülinapja,
csak november 14 ember menne, és Margit szigetre akar elmenni, hogy vigyünk egy pokrócot, és meglát ezt. Na, hát olcsóban megvárjuk. Tartós élelmiszert kell venni, és csak akkor kicsomagolni, amikor mindenki ott van. Igen, ahogy titoltátok ki a éveken keresztül. Hát viccelsz, én még számlát is kértem minden ajándékról, hogy legalább a pénzünk nélkül. Nálatok tudom esetet, hogy minden gyerek löncshús konzervet evett, ugye? Háztartási kekszel. De finom az ne. Nálatok óriási buli volt. Nem, tényleg sok szülő azért csinálja, hogy mindenkit meghív, mert ugye több ajándékot kap a gyerek. Tehát, hogy... Na ez a másik. Itt megint a szülő jön, hogy akkor majd hívjunk meg inkább 20-at, mert akkor a gyerek 20 ajándékot kap. De ez egy hazugság. Ez hülyeség, hát ez nem hülyeség. Szól valójában a gyerekről. Hát persze, hogy nem. Nem, az ajándék kérdés, ez is egy érdekes. Az a legnagyobb baromság. Én most csináltam meg utoljára. Most ezt az évet még végig fogom vásárolni mindenkinek. A jövőre a panyesszal akarom elkezdeni, akik jönnek, azt mondani, hogy vagyunk 5-en, 10-en, 15-en, 20-an, tök mindegy. Gyerekek közösen vesztek egy maximum családonként 500 forintba kerülő, mert ami most történt, nagyon örül neki a Panna, és nyilván tökre, hogy az ilyen monster hájokat kapott. Neked meg milyen dollárjelek voltak, hogy mennyit kell visszaadni, mert ugye mit csinálsz, amit te kapsz, hát azt nyilván te majd, amikor az ő szülemén. Igen, de nem ezért, mert nekem mennyit kell, hanem sokot értelmetlen gyerekek, gyerek. Értelmetlen igen. Ennyi ajándékot teljesen venni. De azért nem adtátok vissza. Hát tudod. Értelmetlen érten, adjátok a papának. Most kérdeztem meg olyan itt, hogy kell vaterázni. Még bármi lehet. Gyerektől, mert úgysem emlékszik rá. És aztán felét karácsonykor odaadni, tudod. Ebben begyűjtöd a születésnapot, kicsit karácsonykor, kicsit jövőre, hát egy 18 hozzá, gyerekes juzi. Ajándékos bulinát meg vagy egy évre előre. Finoman adagolod majd, amikor. Nem rossz. Csak akkor nem nekiket van átadni. Szóval én például ezt tartom rossznak. Igen. Tök jó ajándékot kapott ilyen foglalkoztatókat. De hogy miért? Nem régen nem voltatok ilyen sznobok. Ilyen sznobok. Foglalkoztató, alternatív módszer, színjátszás. Jövőben mit fognak csinálni majd? És hogy hívják, hogy atommagokat raknak össze, majd hogy hívják pálcikákból nagyon meg fagolyóban. Szerintem egyébként ebben az a jó, hogyha mondjuk téged meghívnak, és ott a gyereket kap valamit, akkor nagyjából abban az értékben próbálsz te is venni. Nem alálőni, nem fölélőni, nem? Az, tehát, hogy de abba te beleszólhatsz, hogy akkor már milyen ajándékot kapjon? Hát most akkor általában megkérdezik. Hogy? Igen, megkérdezik, hogy minek körül a gyerek. Minek körül a gyerek. Én mindig mondom, hogy egy Ferrari, egy Maserati. Nagy motorral. Én mindig mondom, hogy 5 literes öblítő, ami kell otthonra, tudod. Igen. Egy kis súrolószer, ha lehet, márványporos, amit tudok használni a háztartásban. Biztos, hogy örülni fog neki a világ? Persze, ne viccelj, imádja a foltisztító szappanokat. Mert ugye ebben van egy olyan is, hogy a mindenkit hívjuk meg, akkor a kiközösített gyerek az majd valahogy jobban beilleszkedik az óvodai csoportba. Ugye? De szerintem ez sincs így. Hát azért, mert egy kiközösített gyereket elhívsz a gyereked születésnapjára, vagy a te gyereked van kiközösítve, szerintem nem tud jobban beilleszkedni, mert ott se fognak vele barátkozni. Nem? Tehát ez a kollektív, persze. Mindenki vonuljon mindenhova, ez szerintem így ebben a formában nem működik. És van egy másik kényes kérdés, amikor mondjuk a szülők nincsenek jóba egymással, de a gyerekek viszont kedvelik. Azt nem szabad szemben akartani. Azt nem szabad. Tehát akkor te is meghívtad most a Bocskor Nórit. Nem szabad. Tehát ha neked a gyereked jóba van, és te a szülővel nem, az ebben a pillanatban nem szempont. Tehát, hogy nektek nem kell jóba lenni. Nyilván törekedni kell rá, de ha a gyereketek szereti egymást, akkor szerintem kutya kötelessége, de attól igen. Eltekinteni. De a hogy... tortát nem várjuk meg! Dugjátok fel a tortát magatoknak, Sebestyénék! Akkor ne veszünk! A fin gyerekem nem fogja énekelni azt, hogy boldog, boldog, boldog. Még mit nem? Nem, az nem szabad. Az nem szabad. Tehát ez mindig a gyerekről kell, hogy szóljon. És az ő érdekeit kell szem előtt tartani. Neki van egy nagy barátja, de ti jelen esetben mondjuk valahogy nem jöttök ki, vagy volt egy nézeteltérés az óviban a szülők között, az szerintem tök mellékes. Tehát akkor a gyereknek ott a helye. Maximum, hát ti nem beszélgettek. Nyilván nincs minden szülő mindenkivel tök jóba. Az is egy ilyen nagy álhazugság, nem? Abszolút. Hogy ott van 10 gyerek, vagy 20 gyerek, és akkor tehát csomó születésnapi bulin azért van ott a gyerek, mert a gyerekek vannak jóban, de a szülők persze. Azért hát nem de sokszor más, hogy gondolkodnak. Igen, és nekem volt egy konfliktusom az óvodában, amit hát tudható, tulajdonképpen nem titok, februárban, Karin április, és bizony voltak ott olyan szülők, akik hát úgy mondjam velük konfrontálódtak. De mi volt a konfliktus? Az volt egy megszólalásunk, és nem tetszett az óvodában. Kifolyólag nekem ebből volt ott egy mindegy egy konfliktusom, lényegtelen. Az, de meghívtam azokat égettek az utcán. Érdekes. De meghívtam azokat tehát a Karina azokat a gyerekeket mondta a listára, akik között voltak olyan szülők, elárulom, hogy
igen, igen, velük volt gond. És akkor mi van? Én, nekem ez semmi közöm, én ebből ki szeretnék maradni. Gyerekem szereti, játszik vele, legyen ott. Én azt sem értem, amikor egy 2 éves gyereknek ott van másik 10. Tehát mi most a Beninél mi 4 évesen döntöttünk úgy először, hogy egyébként legyen valódi születésnapi bulia, ahol ott volt a többi gyerek. De 2 évesen, 3 évesen megünnepeltük, ott volt a család, nem volt még arra, aki ezt nem barátkozott, akkor szokott be az oviba. Nekünk is most volt az első 5 évesen. Szerintem az a jó, amikor igen, az első 4, 5 vagy 6 évesen csinál meg először. Tehát amikor ott 2 évesen, és akkor jaj, de jó, születésnapi büli, a gyerek nem, hogy nem barátkozik, nem, még nem is beszél, abszolút. Tudod. És már 16 anyuka, 18 gyerek, egy óriási ego kérdésből mindenki születésnapozik a kis Bélácskával, érted? Bélácska 2 évesen még annyit nem mondta, hogy mikmak, de már mennyi barátja van Bélának, érted? Tehát cukik ez a születésnapok, igen, de hát egy van azért egy bizonyos kor, amikor még gyerek fel sem fogja, hogy születésnapja van. Mi nagyon korán rendeztük már a virágnak. Cuki is volt, csak hát ő nem tudta, hogy ez egy születésnap. Na fúj, de szépen a tortán a gyertyát. Jó, de nem is hívtatok meg senkit, nem? Tehát családom belül. Nem, hát de nem is jött el senki, hogy kiktek volt. Na jó, ha valakinek van véleménye, írjon nyugodtan. Nyilván vannak szülők, akik valamelyikünkkel egyetértenek, vagy máshogy látják a dolgot. SMS számunk 06-745-00-00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Ennél jellegtelenebb dal, gyerekek, nem tudnék mondani most. 3:49 volt pontosan 4 perccel. Nagyon-nagyon sok szülői hozzászólás jött, ugye arról beszélgettünk, hogy egy angol iskolában kötelezővé tették azt, hogy az egész csoportot meg kell, pontosabban óvodában, az egész csoportot ugye nem iskolában. És akkor osztály. Igen, kötelezték a szülőket, hogyha szülinapi bulit rendeznek csemetéjüknek, akkor meg kell hívni mindenkit az osztályból. Ez volt ugye a kiinduló hír, arról beszélgetünk, hogy ki hogy bonyolítja a gyerek születésnapját, hány gyereket hívsz meg, hogy bonyolítod, hol bonyolítod, van-e belőle sértődés, aki téged meghívte, visszahívod-e, illendőségből elviszed a gyereket, miközben tudod, hogy nincsenek jobb, aztán te meghívod csak azért, mert téged is meghívtak, közben a hátad közepére nem kívánod. Mi van, ha szülőszülővel nincs jóba? Mi van akkor, ha a gyerekek ugye kedvelik egymást, de a szülők mondjuk nem annyira. Úgyhogy sok árnyalata van egy ilyennek. Rengeteg hozzászólás jött, az egyik hallgató ezt írja. Kis csótányok. Ha nem mondom el, mikor született, az se tudja, hogy van olyan neki. Egyébként, amikor kérdezi apa nekem, mikor van a szülőnapom, mindig az ellentétes évszakot mondom, és adok egy tockost. Üdv, papi. Papi, hiszen jó fej nagyon vagy. Jó vagy. Igen. Óvónéni vagyok, a 2 kisfiam mindig annyi gyereket hívhat a zsúrjára, ahány éves, abban az évben most 6 és 8 évesek lesznek, ennyivel tudnak jól játszani. Ha túl sokan vannak, akkor mindenről szól a buli, csak nem az ünnepeltről, a szülők nem jöhetnek, csak hozzák viszik a csemetéket. Tortát én sütöm, játékot én irányítom, higgyétek el, így nagyon hangulatos, írja egy óvónéni. Az én kisfiam 5 éves, de én majd csak akkor csinálok neki bulit, ha iskolás lesz, egyébként az óviba szokás, hogy viszünk minden évben tortát. Ez egy jó dolog, ez nálunk is van. Hogy mindig az ünnepelt, ugye bevisz vagy egy kis sütit, vagy egy kis tortát, és akkor ott az egész csoport megünnepli. Ha a szülőnek nincs kedve bulit csinálni, mert ez sem kötelező, vagy nem teheti meg, vagy egész egyszerűen úgy érzi, hogy nem, akkor is van egy ilyen közös ünneplés, hogy fölköszöntik az ünnepelt. Tehát ez nagyon helyes. Egyik ünnepelnek vinni kell ilyenkor tényleg be valami tortát. Mi mondjuk ropit vittünk, annyit, ahány gyerek volt. Az igazi nagy lelkű. Nem, nekem azt mondtad, hogy egy csomag háztartási kekszet is vittetek. Azt is szerény. Volt ilyen is, volt, csak 4 betörtök így. Igen, meg egy doboz terefere is találtál, igen, a kocsitba. Igen, is volt, mindenki kapott egy pikket. Igaz, hogy már mindegyiknek eljárt a szavatossága. Jól tegyétek el, jövőre nem lesz. És vittetek bubimentes vizet, 1,5 litert, és akkor széttöltek. Igen, hogy a faj, érted, mert hogy mit szárazba lenyelik, hát még akár meg is akadhatok torkon, de szóval, baj lesz. Ez egyáltalán nem baj. A meg nem hívott gyerek anyja cirkuszol, még a suliba is bement, mondta a tanárnak, hogy tiltsa meg, hogy a meghívókat ott adják oda a gyereknek. Mindenki ledöbbent, írja be. Azért ez is milyen, nem? Beteknek tetszik lenni kicsit. Hát a meghívó odaadás szerintem azért ott nem árt, hogy egy picit tapintatosabbak vagyunk. De, hogy de miért kéne? A gyerekek miatt. De ha a gyerek nincs jóba, a kicsik miatt, nem, akkor nem sértődik meg azon, hogy nem hívták meg Ödönke születésnapjára, aki az egész nap hozzá nem szól egyébként. A gyerekeknél ez a dolog, ez tényleg úgy megy, hogy van, amikor egyik héten jobban vannak, másik héten meg összevesznek. Akik egyik héten a legnagyobb ellenség, a következő héten kiderülhet, hogy a legjobb barátnők. Tehát, hogy éppen akkor rosszul jön ki a lépés, nem esik a kisgyereknek, hogy kiosztják a ízéket, és van egyébként olyan kedves szülő, idézőjelben, aki erre kifejezetten utazik, hogy úgy a szemed láttára adja de oda ez a többieknek esik a meghívókat. A gyereknek is rosszul. Ha a gyerek nincs jó, most nem arra gondolok, hogy egyik héten összevesztek, de egyébként jó barátok, egy év alatt te tudod, hogy a gyerek kivel barátkozik, még ha mosolyszünet is van.
De az, hogy most ott téged erre nem hívnak el erre a buliba, szerintem 10-ből 8-szor, lehet, hogy kétszer a gyereknek esik rosszul, is csinálni, 10-ből 8-szor a szülő hogy... csinál önérzeti kérdés, hogy akkor őt nem hívták meg. Tehát, hogy mi, ez nem egy, tehát miért kéne titokban meghívnom valakit? Ezt én nem értem. Nem titokban, csak éppen tapintatosabban. Tehát, hogy mondjuk nem a többi gyerek. Életre való felkészülés része. Aha, az, ebben hogy nincsen semmi. Aha, úgyis annyi megaláztatásban lesz majd később része, így hogy van, most már tanul, most kezdjük most el. Így van. Egy kislányok azért rosszul tudod esni. Én is emlékszem. Meg inkább a szülőnek, persze. Nem, nekem az esik rosszul, hogy egy gyereknek rosszul esik. Hát én pont letöljöm, hogy el kell menni. Nekem csak egy felesleges nyűk. Igen. Jó, mondjuk szerintem te képes vagy ebből önérzeti kérdést csinálni azért, ha mondjuk ott adnak át előtted úgy egy meghívott, hogy téged nem hívnak el, nem? Tehát te vagy annyira önérzetes, a hogy azért... A gyerek azért... miatt. Csak a gyerek miatt. A gyerek az fontos, de én nem, tényleg nem csinálok bele ezt is kérdést, hogy ott legyek, sőt. 11 évesen szerintem már egyébként fölfogja, hogy ott nem hívták, még nem hívták. 4 éves gyerek. Volt, most már nem érdekli. Így van. Hármas ikrény vannak. Mert már bosszú tud állni. Igen, 60 vendég szerintetek. Ha én valakit nem hívnék meg, akkor az ő buliára se vinném el a gyereket, írja Vézé nekünk. A Ferihez azért is mentek, mert ismert, írja Mike. Én ezt nem hiszem, biztos, hogy téged azért mentek. Na gyertek, nézzük meg a Feri karcóját. De már nem is nálunk volt, ugye, de hát egyébként sincs ilyen benne. Nekünk az óvodában addig fajult a dolog, mert nem mindenki tartott a születésnapot, hogy hungarocell tortát kaptak a gyerekek. De jó ötlet. Aha. És az jó jövőre is, hogyha rendesen lelakkozod. Ugye? Nekem van ráadásul egy ilyen régi torta tartom, amiben valaki még akkor hozott egy torta, és ez pont hungarocells kör alakú. Hát ezt lefújjuk egy kis ízével, vagy verünk fel hozzá cukorhabot. Kész. Azt mondja, hogy négy csillagos hotelben medence parti, 10. szülinapi partin volt a fiam. Hogy übereljem? Na, tehát az a, na, arra azt gondolom, hogy az nagyképű. Tehát, hogy hotelbe viszed a gyerekeket, medence partira, gyerekek, az nehéz. Hm. De kell ezen tényleg gondolkozni? Hogy hogy übereld? Aha, sehogy. Ne, sehogy, felejtel. De nem, tehogy is. Hívd meg őket, hozzátok egy izére, egy krumpli levesre, azt jó lesz. Játszanak a gyerek. Hogy ebben az kéne felfogjuk. És ha te csinálod, jövőre már nem is jön. Azt kéne felfogjuk egyébként, hogy ebben az a lényeg, hogy ők játszanak a gyerekek. Érted? Hogy hol, mennyiért, az tök mindegy. Szülők, felejtsétek el, nem tudsz fizetni 5 csillagos hotelt, és nem is kell. Ennyi. Nem? De igazad van, csak játszanak, de akkor is a Korbanovszki módszer alapján, ami az egyik legfrissebb és legmerőbb módszer mostanában a gyerekeknek, és utána pedig majd rendeznek színdarabokat is, illetve operát, hogy később filmet is forgatnak, és szerepeket osznak egymással, illetve forgatókönyvet írnak, nem? Micsoda, nem értettem, de haragudj. Ezt én sem most hirtelen. Nálunk úgy cirkuszolt a szülő, hogy meg kellett hívni a gyereket. Na az milyen, mikor a szülő kiveri a balhét. És addig toporzékolott az óvodában, amíg meg nem hívott, nem? Ez halálos. Vállalhatatlan. Na jól van. Ti mikor hívtok meg a szülőnapi bulitokra, János? Titeket? Soha nem vagytok a barátaim. Na, ezt a választ vártam. Szemét vagy, mert én viszont ott vártalak a játszóházban. És nem jöttetek. Meghívtam. De hova dobtad a... Dehogy hívtam. Ja, ez pedig a János meghívója. Húsz! Gyorsan, kézbesítem. Ezt neked. Nem tudom, ez a Viki mit képzelt, hogy írt nekik is. Nem. Akkor se hívnálak meg, ha egyébként mi tök jó barátok lennénk, és minden nap összeállnánk, ha a gyerekeink nem járnának együtt, akkor nem hívnálak meg. Nem, hát pedig szerintem a világ imádná a Benit. Nem hívnálak meg. Jó van, én előbb mondtam, úgyhogy én ebből a dologból jöttem ki most jobban, de értem, hogy jössz vissza, vagy próbálsz meg. Mit mondok, hogyha mi testi-lelki jó barátok lennénk, és minden nap összejárnánk. Csak lelki. De a gyerekeink effektíve egyébként soha nem találkoznának, mert más társaságban vannak, akkor én nem szólnék neked, hogy gyere el a szülinapi bulira. Ha persze, mert a születésnap az alapvetően a gyerekről kell, hogy szóljon, úgyhogy ez teljesen logikus. Na, egy kipipálva akkor. Na. Na, játszunk valakivel, várj is egy jó kis hármasugrás. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Csaba vagyok. Hello, Csaba, jó reggelt kívánunk neked, sok szeretettel köszöntünk itt a műsorban. Honnan hívsz minket, Csaba? Budapestről. Azon belül? Pest-Lőrincről. Lőrinc! Ja, bocsánat. Észrevettetek egyébként, hogy a honfitársaim közül mennyien csörögnek, mennyien telefonálnak, mennyien akarnak itt lenni velem adásban? Velünk adásban, bocsánat. Össze, Lőrinci összetartás. Tök jó. Örülök. Csaba, mivel foglalkozol? Hát ilyen összeszerelő üzemben tevékenykedem. Uh-huh. Esetleg összeszerelsz valamit? Igen. Na. Jó kérdés volt. Igen, még esélyes volt, igen. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani?
Ja, könnyek, mert nincsenek komoly ajándékaink. Na most miért mondod a csörgő sipkával, mi vagy? Az, hogy beesik a fejed tetén az eső. Ott kell kitenni a coffodat. Így van. Igen, van egy sapkánk, ezt még mi se tudjuk értelmezni, de ma már barátkoztunk vele, mert megkaptuk. Mondjuk azt, hogy sál, és akkor nincs baj. Sapka, sál, muff. Ez a három dolog, amire lehet használni. Mielőtt bárki is félreérteni, ez az orosz kézmelegítő egyébként. Így van, így van, így van. Elég tág muff. Akkor más úgyse jó. Hát egy komolyabb fistinget azért le lehetne celebrálni abban. Még mielőtt bárki félreérteni, csak egy kézmelegítőről beszélünk. Egy ilyen szláv kézmelegítőről. Kint az öklöm, bent az öklöm. Azt mondjátok meg nekem, hogy... Rá van írva, hogy Klassz FM, látjuk. De ez tök jó. Csak hogy a végén van egy ilyen szorosabbra húzó, amit ugye a kapucinál szoktak betenni, és akkor meg tudod húzni a kapucnidat. Így van. Aha. Csak próbálom lefesteni. Na most, ha azt nagyon meghúzod, akkor is marad egy új nyíjuk a tetején. Igen. Azért oda behavazik. Hát egy picit. Belül. Jó, mint egy ilyen kis vulkánnak a krátere, ott az ott van középen. De idő után eltömi szerintem. Meg ha előtte van egy jégeső is, akkor hátra belepottyan pont valami. Egyébként tök menő, mert hogy kámzsa és sapka. Tehát nagyon sok helyen hordják így, hogyha akarod, lehúzod a nyakadba, akarod, akkor pedig sapka. Tehát pici fekete, vagy nagy fekete, kicsi Klassz FM-es logóval. Tehát, és ezt még alá is írjuk. Így van. Ezt? Jó. Most ugye ez is jó, hogy alá írjuk. Nem, alá hímezzük. Hát mivel írjuk? Hogy még jobb, meg is marad. Mondjad? Hogy még jobb, mert legalább benne is marad. De te hordanál egy olyan sapkát, ami alá van írva? Persze. Uh-huh. Jó. Mert is, hogy ilyen lyuk van rajta, szerintem mehet inkább sárként. Inkább lehet, hogy sárként kell hordani. Jó, hát ez ma sikerült megfejteni, mert ma kaptuk meg. Na, ezt lehet megnyerni, ha eljutsz a végéig. Mehetünk? Persze, jó, benne sikerül. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbaakasztója. Milyen emlős állat táplálta a legenda szerint a Rómát alapító testvérpárt? Farkas. Mehetünk tovább? Persze. Sokkal megsámunk. Oké, menjünk. Így szól a második kérdés. Melyik sportág háromszoros olimpiai bajnoka, a nemzet sportolója Kárpáti György? Vívás. Nem lesz sapi, pedig jó. Vízilabda. Oh. Ez a vízilabda lett volna, igen. Hát nagyon sajnálom. Csaba, sokat beszéltünk az ajándékokról, de ez most nincs meg. Jó? Nem esik be az eső hajamba. Nem, látod. Ez is pozitívum. Örülök, hogy játszottam veletek. Köszönöm. Pedig szívesen küldtük volna, mert nagyon sokan szeretik ezt a kis sapit is, úgyhogy legközelebb, ha megvan és megcsinálod, akkor küldünk neked. Jó? Köszönöm szépen, szép napot nektek. Szia, viszont. Ciao, ciao. Ez volt a Hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 4:10 múlt, pontosan 1 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Rengeteg közlekedési hírünk van, ugye hétfő, eső. Ez picit így szerencsétlen párosítás. 11-es főút Leányfalunál Visegrád felé útfelbontás. Váltakozva engedik egy sávon a forgalmat, hatalmas a dugó, írja Laci. Nagymaros elején a főváros felé baleset. Rendőrök helyszínelnek, torlódás még nincs. Az útburkolat vizes, szép napot, apuka. 18. kerület Gilice tér. Cifra György kereszteződésben két autó csattant, rendőr irányít. Ez te vagy, Jani? Így van. Már úgy értem, hogy te azonnal látod már magad előtt, hogy ez hol van. Simán. Most történt, nagy baleset az M5-ösön, a 65-ös kilométernél Szeged felé, kerülni az 53-as kihajtónál lehet a régi 5-ös úton, ezt Zsolt küldte nekünk, köszönjük szépen. M6-oson készülnek fotózni, a 111-es kilométernél Pécs felé, valamint a 8-as főúton Herend és Városlőd között egy buszmegállóból figyelnek a szervek, üdv Könyves Nándi. Könyves Nándi is mindig küld közlekedést, ugye? Nagyon aktív, köszönjük szépen. Igen. Trafi az M31-esen Gödöllő felé, a 4-es kilométernél üzente Tomi, és a gyorsforgalmin Pest felé is hatalmas dugó van, mert hogy éppen most szorult be egy kamion, Fagyis Béla küldte nekünk, tehát ott is torlódásra lehet számítani. Mi van a lavina hadművelettel, hogy állunk? Hát most nem nagyon írta senki, hogy lavinásokkal találkoztak volna, ezek nagyon standard hétköznapi trafiknak tűnnek. Lehet, hogy rápihennek a dologra. Vége van? Tényleg? Abba hagyták? Vagy mi van? Ahogyis, évvégéig megy. Évvégéig megy a lavina. Lehet, hogy csak karbantartás van. Vagy ma egyeztetnek megint, hogy hol és mikor? Igen, kett péntek, nem? Valami ilyesmi.
Minden héten kiszámíthatóan? Kett pénteken megy a lavina? Tényleg? Justin Bieber férfi kategóriában nyert? Kérdezi valaki, ez hogy lehet? Há, igen, érdekes. Nem, azért elég fura. Vagy elég férfias jelenség lett az utóbbi néhány évben. Látszik rajta, hogy sportol rendszeresen. Tényleg, mokány fickó lett. Ti rockerek mit csináltok Justin Bieberrel, ha mondjuk így lenne ott 10 rocker, és Justin Bieber lenne a meghívott vendég? De. És 10 igazán kemény rocker lenne, ott mi lenne? Középre állítjuk, leöntjük sör, aztán meg rösszakoljuk. Nagyjából ezt a választ akartam hallani. Körülbelül mi lenne Justin Timberlaken, egy olyan házi buliba kellene elmennie, amit mondjuk leszervezne úgy a menedzsment, hogy nem tudja, hogy hova hívják meg Justin Biebert, és 10 ilyen nagyon tetovált, motoros bandába járó, rockzenét hallgató, férfiakat és nőket fogyasztó, kőkemény rocker előtt kéne felnőtt. Nem, mi lenne Bieber fiúval? Oda küldenék a legkisebbet, hogy még megalázóbb legyen, ez természetesen én vagyok, mondom, és akkor mi van? Ne nézzél, mit nézel? Mit akarsz? Ki vagy, te ki hívott? Kinek haveri, mi van, milyen Béla, nincs itt Béla. Ez lenne? Persze. Aztán pedig leönteném Mála Szörper, mert én ugye nem sörözök, illetve. És mögötted állna egy 10 kigyúrt rocker csávó. Leönteném Mála Szörper, érted ugye? Hát értem. Előkészíteném a terepet. Sokszor okay. Mondom, hogy ezt a Spektrumon láttam, mint dokumentumfilm, ahol a börtönökről forgattak, hogy ott mire használják a Mála Szörpöt, tehát értettem a hasonlatot. Az alfa dolgót, én már tényleg respektálom az őt. Tehetségű. Milyen alfa dolgot? Az Justin Timberlake, ez meg Justin Bieber. Ja, Bieber! Ja, hát a Bieber... 5 perc után veszed észre a megszólalásban, hogy kiről beszélünk. Ja, Justin Bieber! Ja, a kis Bieber! Mondjad, akkor azt ja, viszont ütném, amíg hát mozom. Hát visszavinnék az óvodába. Nem. Mondtad, ezért kérdezem, hogy dobálom neked a magas labdákat, igen. És nem értettem, ne hogy... Viccelj, hát őt nem, hát semmiképpen nem bántanák. Justin Timberlake, meg Justin Bieber nem ugyanaz. Tudom, de hülye vagyok, bocsánat, nem. Hát akkor a házban mindenkit vécsörgetnénk, hogy nem hiányzik-e a gyerek. Tehát ott megkeresnék aput vagy anyút, hazavinnénk. Nem, hát viccelsz, nem. Hát csak nagykorúakkal bánnánk úgy, ahogy férfiakhoz illik. Nem, az egészen pici kicsi gyerekeknek megkeresnünk apukáját, anyukáját, szerintem lemennénk így hárman, négyen, a golymotoros haverjai. Na de szép. Persze, nem nincsenek köztük haverok, de egyébként akkor lemennénk a játszótér, és akkor körbe kérdezgetnénk a bánathoz szemű anyukákat és apukákat, hogy melyik veszítette el a gyereket, meg belenéznénk az üres babakocsikba. Hát azért. És egy üdesbe vissza is fektetnénk. És vissza is fektetnénk. Itt a kis cuclid. Nekem nagyon fura egyébként, nagyon el akarja játszani mostanában a Rock and Roll Start. Biztos ti is észrevettétek, hogy rengeteg olyan hír van vele kapcsolatban, hogy ugye éppen szívott, italozott, ismeretlen nők mellett ébredt fel, hát stb. Figyelj, próbál ezen a helyes gyerek imidzsen túllépni, nem? És kicsit ilyen Charlie Sheen kategóriába átsodródni. Még van hova fejlődni, de hát nem igen. Csinálja rosszul. Csak azért kell vigyázni ezzel a dologgal, mert éppenséggel elég komoly végkifejletés lehet a dolognak. Ott volt például ugye a McLean Culkin, aki ugye, hát ugye a reszkesetek betörők, meg a mit tudom, Rich, meg ilyenek. Jó, hát ilyen filmek után te is drogoznál. Nem, viszont irgalmatlan pénzeket keresett vele. Amit apu elszedett és elköltött, igen. Három részt kéne játszanod egy ilyen film, mint a reszkesetek betörők, életed végéig kanabiszon, meg kokainon él. Az meg jó film. A micsoda? Esetek betörők, nem, jó a kanabisz és kokain. Ja, az még jobb. Ne, akkor a kategóriájában nyilván jó volt. Fél karácsony lesz, újra levetítik. Tegnap is volt az RTL-en Bud Spencer, én már érzem, hogy jönnek előre ezek a filmek. Kereskedelmi tévén nincs karácsony reszkesetek betörők nélkül. Mindesetre szerencsétlenből egy roncs lett, úgyhogy neki azért ráférne. Vagy nála jó lenne, hogyha lenne egy-két jó barát, aki egy kicsit így felkarolná. Megemlékezni rá. Biztos, amikor nagyon ment neki, akkor sokkal akkor több sok jó barátja volt. Na, egy kutatásból kiderült, hogy nem csak a férfiak bámulják a nőket és a nők testét, a nők is megbámulják a nőket, aminek nem feltétlenül a rivalizálás vagy az irigység az oka. Hát, ha nem, micsoda. A felmérésben 29 nőt és 36 férfit vizsgáltak, figyelték a szemmozgásukat, és a vizsgált alanyok segítségével megállapították, a férfiak és a nők tekintete milyen sorrendben vizslatja a fényképen látott női testet. Uh-huh. Tehát férfiakat és nőket vettek alapul, és mindenkinek női testet mutattak. 10 azonos nő fotóját mutatták meg az alanyoknak, majd 10 nő testét digitálisan eltorzították gömbölyűbre és karcsúbra, így kiderült, hogy a férfiak és a nők is egyaránt ugyanazt nézik meg először. A mellét. Így van. Tényleg? Ez így van. Eltaláltam. Eltaláltad, ez egy amerikai kutatás. Hát szemből mit néznének rajta? Na de várjál, de hogy a nő is a nő mellét nézi először. Nem az arcát, nem a mosolyát, nem a fogait, nem a szemöldökét, hanem a nő a
női mellett nézi először. A derék és az arc, ez utóbbira szánták a férfiak és a nők a legkevesebb figyelmet, vagyis egyáltalán nem az arcot nézzük. A tudósok szerint a férfiak evolúciós okok miatt bámulják a női testet, megnézik, hogy fogamzásra képes-e az egyed. Aha. És ezt keresik ösztönösen. És arra a kérdésre, hogy a nők miért bámulják egymás mellét, a tudósok nem tudtak egyértelmű választ adni, és megpróbálták kideríteni, hogy mi lehet a valódi ok. Mindjárt elmondom, hogy mit soroltak föl. De hogy akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy nő egy nővel találkozik, akkor a nő a nőnek a mellét figyeli először? Rivalizálás? Vagy aha, miért? Nagyobb, szebb. Tehát a nő a, tehát a nő a nővel a mellben méri össze magát? Mostanság igen. Igen? Korábban ez teljesen másképp működött, akkor nem volt ennyire fetisizálva a mell. Régebben szerintem más néztek meg. De mostanság ugye annyira előtérbe kerültek, elsősorban szerintem a korrekciós műtéteknek köszönhetően a mellek, hogy a hölgyek is már azt nézik. Szerintem ők viszonyítási alapot keresnek. Tehát, hogy rögtön elkezdenek, nekik mindig az a fontos, vagy azért csinálják ezt, mert hogy valakihez, igen, valakihez hasonlítják magukat abban a pillanatban is, és szerintem ez egy jó, ez egy pozitív dolog. Férfi nem tud úgy nőre nézni, de másik férfira se azzal a gyűlölettel, ami a nőkben néha benne ez van. Ez biztos. Ha csak ez az biztos. Utcán így nyitott szemmel jársz, és meglátod két vadidegen nő, aki elmegy egymás mellett, hogy ők hogy mérik végig egymást, de akkor ezek szerint most már ugye mellnél kezdenek, és mellnél jó, végeznek. Akkor nézzük meg, hogy mi mit nézzünk először, jó? Nőn vagy férfin? Hát csak is kizárólag férfin. Ja? Hát most, jó, most egy nőn, most elmond... Mi az érdekes abban, hogy a nőn? Semmi. Mindenki elmegy az arcát, a kezét, a fenekét vagy a mellét. Nagyjából ezek tök sztereotíp közhelyes válaszok. De ha egy nő a nőn a mellét nézi először, aha, akkor van ilyen kutatás, hogy a férfivel mivel méri össze magát? Vagy a férfi férfivel kevésbé rivalizál, mint nő nővel? Szerintem tehát volt már olyan, Jani, hogy mit tudom én, találkoztál egy pasival, és nem vetted le a szemedet a cipzárjáról, vagy a bicepséről, vagy a hajáról, vagy a méretéről. Vagy. Tehát arra akarok kiukadni, hogy rivalizálunk-e mi férfiak a másik férfival. Én egészében mérem fel a férfiakat. Hogy végigpásztázod? Igen, végigpásztázom. És mit nézel, hogy milyen ruha van rajta? Az összhatás. Na, a ruha engem tudod, hogy nem érdekel, de hogy fura hát, is lenne. Hát csak megnézed, hogy na, az egy jó nekem, felvelem, milyen sose lesz. Is lehet, én is azokban jár. De hogy tényleg, tehát nem, ez számomra nem fontos. Főleg a nálam idősebb, úgymond jó karban lévő férfiakat szoktam így mustrálni. Hogy hogy csinálja, hogy mégis most. És akkor végig stírolod őket? Igen, végig stírolom. Igen, megnyalom a felsőjét. Aztán az övét. Végig stírolom, és én ezt nem szégyellem, én mindig egy picit így belegondolok, hogy vajon annyi idős koromban, mint ő, mondjuk én leszek-e olyan jó paszban. Uh-huh. És nekem ez például egy ilyen tök jó kis sorvezető, egy picit ilyen összehasonlítási alap is egyben, meg így a jövőre nézve nekem ez egy jó támpont. Tehát, hogy van olyan férfi, akire így ránézek, idősebb nálam, szemmel láthatóan idősebb nálunk, mint olyan 50 feletti, vagy esetleg 60-as, és látom rajta, hogy sportos, jó megjelenésű, nem nagyon van rajta a felesleg, jó kiállású, tényleg látszik, hogy jó, nézzük a másik oldalt, mert ez tök jó. Mi van akkor, ha sokkal elhízottabb és sokkal rosszabb karban van? Csak beszól kettő. Ez érdekel. De pufi vagy. De szörnyen nézel ki. Érdekes, én nem hasonlítom össze magam. Én pozitív példákat keresek. Bele se gondolok. Te hasonlítod magad más férfi? Én se. Nem. Én azt nézem meg, ha valaki jól van például felöltözve, nem drágán, hanem jól, hangsúlyoznám még egyszer, hogy ízlésesen van arra, hogy azt mondom. De ezt honnan tudod, Feri? Hát mert láttam egyszer egy ilyen divatlapot, ami te adtál a kezembe. Mert amúgykor itt maradt az asztalon a divatlapot. Igen. És abból így viszonyítok, tudod, hogy na, a Balázs ezt olvasta, ő a mérvadó ebben az országban. Olyan jó veletek rohadékoskodni egyébként. Akkor biztos az így menő, és értem, ha hogy nézed, de ezt onnan tudod. Hát ha ahhoz hasonlít, akkor már szerintem jó. Igen? Igen, meg azt szerintem lehet látni egy nőn is, meg egy férfin is, hogy kereke az élete. Nem, hogy jól érzi magát a bőrében. Én azokat szeretem, én ezt úgy szeretem, mikor jön valaki szembe, és látod, hogy minden oké. Elsőre szerintem kevés emberről mondod meg, nem? Tehát, hogy anélkül, hogy nem ismernéd, az inkább a te agyadban elképzelt sztereotípiák döntenek arról, hogy most jó aha, vagy rosszul van, nem? Aha. Lehet mosolyog, nem tudom. Szerintem az azért látszik, hogy valaki görnyetten jön, már megint két fő van, vagy megy rendesen az utca, és azt mondja, hogy hurrá, majd lesz valahogy, nem? Szerintem le lehet mérni, le lehet szűrni. Na és te mit nézel? A fasikon? Aha. Én semmit.
rájuk se nézel. Nem. Ének bennem nincs, hogy most, ha ő idősebb nálam, akkor én vajon fogok-e úgy kinézni, vagy... Tehát, hogy így nagyon nem vizsgálgatom a pasikat, vagy én nem nézem meg őket. Tehát pasi-pasival kevésbé rivalizál, mint nő-nővel? Igen. Igen? Pont ezért, amit te mondasz, hogy mindegy. És a nő a nővel miért jobban? Egyébként tényleg így van. Tehát játszótéren az anyukák azért nagyon tudják egymást méregetni, vagy a szülők óvodában, vagy ha megnézel egy bulit, valóban elmész, ott is a nő a nővel sokkal jobban rivalizál, nem? Főleg, hogyha te is mellette vagy, és észreveszi, hogy ránéztél te is a hölgyel, és esetleg be is jön, vagy tetszik, vagy szimpatikus. Akkor aztán... Akkor vége van? Hát akkor aztán ténylegesen van egyfajta rivalizálás. De akkor ez önértékelés? Igen, de szerintem ez egy jó dolog, tehát hogy ebből tud építkezni mindig a nő. Tehát, hogy számára is egy inspiráció lehet az, hogy lát egy hasonló korosztályhoz tartozó, de adott esetben egy picit csinosabb csajt. Hát szerintem nem ad inspirációt, vagy nem úgy veszik. Ha sokkal rosszabb vagy, mint az, akit nézel, akkor ugye a kesergés van. Ha jobb vagy, akkor meg már nem kell inspiráció. Bejössz, Júli, egy pillanatra? Kérdezz, egy nőt kell erről megkérdezni. Igen. Figyelj, Júli, te nézed más nő mellét? Igen. Annyira szeretem, mikor te megszólalsz, ez nagyon jó. Neked itt kéne ülni reggeltől. Nem vagyok irigy, nem. Én csak gyönyörködöm. Egyszer például a horvát Évával készítettem interjút, és ő egyébként is szerintem 10 centivel magasabb nálam, és amúgy is 10 centi magas cipő volt rajtam, tehát így pont így arcba kaptam a dekoltázsát. Köszöntél az ikrek? Konkrétan nem tudtam megszólalni, és annyira kellemetlen volt, mert fontos, állandóan azt éreztem, hogy lebútul a tekintetem a dekoltázsát. És bele akartál csókolni. Elfáradt a szemed. Nem, hát amikor így oda vonzza a tekintetet. De bemutatkoztál nekik, vagy köszöntél nekik? Sziasztok, ikrek, Nunika és Punika. Azt mondják a férfiak, hogy ilyenkor úgy elképzelik, hogy milyen lehet megérinteni, meg egyáltalán. És te is elképzelted? Én is. Biszexuális vagy? Nem, de ott... Még egyszer kérdez meg, és nem éreztem az őszintén. Volt már, hogy fantáziáltál Horváth Éváról? Nem. Már nyomtam volna azonnal, behívunk téged is hazugságvizsgálóra. Hát ne vicceljetek már egy szép nőimmel. Jó, de olyan, hogy neked is lehetnének, csak pénzkérdése. Igen. Igen, de tehát, hogy én nem vagyok rá... Lakást felújítottak az is igaz. Micsoda, hitere is lehet. Szerint? Azt nem tudom, hogy mit csinál a bank, ha nem tudod fizetni a melltörlesztő részletedet. Visszaveszi, vagy hogy? Na mindegy. Szerintem ez hülyeség, tehát nem arról van szó, hogy most én rivalizálok, vagy én rosszul érzem magam. De a konvektor most fontosabb volt. Így van, de majd gyűjtögetünk. Meg a férjem beígérte, hogy ha egyszer rendbe jövünk anyagilag. De van olyan, hogy mondjuk egy nő, aki brutálisan jól néz ki, és gyönyörű szép mellé vannak, akkor te alul értékeled magad azzal a nővel szemben, ha vagytok valahol? Nem, olyan, mint egy műalkotás, tehát az ember nézegeti. De jó duma. De nem, hát még a múzeumban se lehet megfogni. Anya, hát egy műalkotás, csak azért néztem. Művészet történet szemmel mértem föl. Nem, én a férjemet se tudom leszúrni, hogyha két csöcs jön vele szembe az utcán, akkor az ember oda nézve meg kell, hogy nézze. Tehát nem, azt nem lehet, hogy az ember ne nézze oda, egy nő is oda néz. Meg kell, hogy nézzem. Ebben tényleg van valami. Van, hát. És akkor ilyenkor együtt nézitek? Igen. Tehát szól neked, hogy nézd, Júli, hol? Hát, vagy én szólok. Figyelj, már csak böngdösöd a könyöködbe. De azzal egyetértesz, hogy nő-nővel jobban rivalizál, nem? De mit rivalizál? Tehát nekem attól nagyobb lesz, vagy rosszul? Nem úgy értem, hanem felmérik egymást, egy társaságban nehezebb bejönnek ki, a pasik előbb haverkodnak össze, van egy baráti társaságot, általában a konfliktus inkább nő és nő között van, csajok között van, tehát, hogy míg a palik isznak egy közös pálinkát és röhögnek együtt, addig sokszor mondjuk egy baráti társaságban a nő a nővel nem jön ki, a nő a nő dumálja ki. Tehát, hogy bennetek ez valahogy erősebben nekem működik, kicsi a cicim, nem? De jó a dumám, neki nagy a csöcse, de nem tud megszólalni. Ez Horváth Évára mondtad? Igen. Az a baj, hogy ez az Évára nem igaz. Nem. Az Éva ráadásul jó fejtett. Az a bosszantó egyébként, amikor egy nő nagyon egybe van, és ráadásul még agyba is, meg dumába is jó, akkor az egy kicsit frusztráló, de nem, szóval a Viki például a te feleséged, az, amikor nyáron állandóan bejött ezekbe a mélyen dekoltált ruhákba, az kifejezetten kellemetlen. Már kell mondod. Már te sem bírod. Én sem bírom. Mindig összetöröm az autót, mert úgy nézem. Én szeretem, ha például az én csajomat, feleségemet megnézi egy másik pali. És ránézek a palira, hogy ugye? Reménykedsz, mi? De miért? Kis csávó. Te, ha azt látod, hogy egy másik pasi stíröli a te feleségedet, igen?
akkor te máshogy nézel újra rá, tehát friss szemmel néz? Nem. Igen, felizgatja sárt. Nem, én azt bírom, ha én elmegyek valóban a Vikivel, a Viki jól néz ki, és azt látom, hogy hat pasi csorgatja a nyálát. Én sosem értem azokat a pasikat, akik meg tudnák ölni azokat a pasikat, akik, hogyne? Hát van olyan ember, akinek ránézel a feleséget, az meg akar ölni. Tehát szerintem az tök jó, amikor aztán látod, hogy hat pali egyébként a te feleséged után csorgatja a nyálát. Hmm. Ez bennem nem okoz önértékelés, vagy nem kezdek el attól félni, hogy mi van akkor, ha az a pasi lenyúlja, és akkor érted, tehát magadat rendeled alá valaki. És az hízelgő, valaki hogyha egy nem jó. Ha egy nő csorgatja a nyálát. A Vikire, ha mondjuk egy nő nézi, persze. De ez hízelgő, mint hogyha egy férfi. Hát egy nőtől jött pozitív visszaigazolás, az még szerintem százszor erősebb, mert a nők sokkal kevésbé igazolják vissza a másik nőt, inkább sokszor hibát találnak benne. A haja, a körme, hogy néz ki? Tehát egy nő sokkal nehezebben igazol vissza, hogy valóban jó csaj. A pasinál simán lehet csak elvonási tünet. Már egyszerűen, már gyakorlatilag mindenre csorgatja a nyálát. Amíg egy pasi egy másik palira simán rámondja, hogy jó pali, addig egy nő 10-ből 8-szor egy másik nőre, ha mondjuk a férje kérdezi, hogy szerinted ő jó csaj-e, akkor az a nő azt mondja, hogy hát igen, de ez vagy az nem annyira jó. Nem így van? Mm-hmm. Tehát a nő sokkal kritikusabb a nővel. Ha egy nő dicséri meg a feleségedet, az meg aztán pláne bók. Mert szerintem a nők sokkal inkább kritikusak egy másik nővel szemben. Megnézem a nőt, megnézem, hogy mi az, amit a természet adott, és mi az, amin ő tudott változtatni. Tehát mik azok a... És mi az, amit a Providen. Jó ötlet volt. Tehát az új, mert jó ötlet volt a Providen. Vannak dolgok, amit ő csinos, tehát azt esetleg én el tudom lesni. Az, hogy most ekkora melle, vagy nagyobb, vagy hogy néz ki, azon én nem tudok változtatni, mert nem tudok kés alá feküdni, vagy nem is akarok, vagy nincs rá pénz, de az a lényeg, hogyha... Azért ez nem mindegy, hogy nem is akarok, vagy nincs rá pénz, mert igen, a kettő teljesen ellentéte a másiknak. Szóval, hogyha van valami, amit el lehet tőle lesni, és le lehet másolni, akkor azt az ember megnézi, és megjegyzi. De ha egyébként egy nő szimplán szép, és szép nagy mellei vannak, akkor meg azt megcsodálja minden egészséges nő szerintem. Aki meg szerintem a nő egyébként genetikailag könnyebben biszexuális, mint egy férfi. Tehát, hogy a nőkben alapjában szerintem sokkal jobban kódolva van, vagy könnyebben a biszexualitás, mint a férfiakban. Ezt most ne értsétek félre, nem arra gondolok, hogy minden nő biszexuális. Én nem értem fél egyáltalán. De hogy egy nőt, ha megkérdezel arról például, hogy melyiket tartja elfogadhatóbbnak, két pali vagy két nő, akkor a nő inkább a saját nemét mondja. Még ugye mi férfiak is azt mondjuk, hogy azért két nő sokkal izgatóbb látvány, mint két pali. Tehát, hogy bennetek azért van egy ilyen kettősség, vagy több nőben szerintem, mint például több pasiban. Hozzá, tehát, hogy ezt ne felejtsük el, hogy azt mondják, hogy a férfiak azért vonzódnak a nagy női mellekhez, mert hogy ez beindítja a tehát, hogy amikor téged szoptatott az édesanyád, akkor ez ugye... Ez nálam ez a képzettársítás soha nem így jön elő. Mégis minden nagy mere fel akarsz kapaszkodni. Te bírod a nagy belű csajokat. Persze, de nem, én már bakorban vagyok, már minden mellőnőtszer. Már mindent bírok. Igen. Mondjátok meg, hogy például miért van az, hogy sok pali ugrik arra, ha megnézik a barátnőjét, vagy a feleségét. Én tudom az okát, de hogy az ugyanakkor az ember nem érti. Nem bízol magadban, elvehetőnek gondolod a csajt magad mellől, nem? Nem bízol magadban, igen, nem bízol a szerelmetekben, és azt mondod, hogy ha nézi, akkor lehet, hogy ezt az én csajom, feleségem észreveszi, és akkor ott kialakulhat valami. Tehát magadban nem bízol. Ha nézed, nem kopik. Ugye? Hogy az akkor szerintem már egy sokkal erősebb önértékelési zavar azoknál a pasiknál, akik ugranak arra, és nem megnézni, és mindenkit le akarnak ütni, és mindenkit meg akarnak verni, akivel a barátnőjük mondjuk beszélget, vagy a feleségük, vagy egyáltalán ránéz. De szimplán önértékelés. Tehát ha te tisztában vagy önmagaddal, nem? És te tiszt helyén kezeled a saját értékeidet, akkor neked az pozitívumként kell venni, hogy a feleséged vagy a barátnőd más férfiaknak is tetszik. És nem az elvesztéstől való frusztrációt megélni, mondjuk egy verés formájában, hogy egy sima péntek esti mozinál mindenkit nagyon akarsz verni, aki ránéz a feleségedre. Akkor, hogyha el tudja tőled venni, akkor úgyis valamit nem jól csináltál, valami nem ment, valami nyilván kevesebb voltál annál a fickónál, és a kapcsolatotok már úgyis, akkor valószínűleg már több sebből vérzett. Juli! Hol a Juli? Visszajössz egy pillanatra, Juli? Mert ugye azt nem kérdeztük egyébként, hogy amikor a nő a másik nő mellét nézi, meg tudja állapítani, hogy szilikon? Meg tudod állapítani, hogy szilikon? Tehát figyeled azt, hogy szilikon-e vagy nem? Hát vannak a nagyon brutál szilikonok. Tehát az van, amelyik ilyen túlalma. Túlalma? Hát túlalma, aha, igen. Beteszel egy push-up melltartóba, és akkor az így össze is tolja. És ez ilyenkor megnyugvás, hogy jó van, nem olyan jó, csak szilikon?
Nem. Vagy jobban zavar, ha mondjuk valódinak látszik, és azt mondod, hogy hát azért ezek szép, nagy formás. Valószínű igazi meleg, de baromi jól néz ki. A Nyuszis magazinban van egy csomószor, amikor kihajtod a középső oldalt, és akkor ott olyan szépen kerekedik, és nem az a mondjuk arcon csapnak két darab görög dinnyével, hanem szóval akkor szeretem, szépen fogalmazol. Kerekedik, és akkor úgy ezt úgy szoktam úgy találgatni, hogy vajon ezt most a természet adta ilyen szépre, vagy ezt valami sebészkés csinálta. De ha ezt látom, hogy egy plasztikai sebész ilyet tud csinálni, akkor annak adják meg a telefonszámát, tudja, ahhoz megy. Így van. Ez jó. Ha téged húzlak meg, vagy mit kapsz? Én érzek itt egy kis frusztrációt. Nem lesz olcsó, de légy a vendégem. Valahogy összedobjuk, Júli. Az egyik bimbót én állom. Jó, mert ez pont 3000 forint. Nem, fáj. És az tök jó, hogyha egy sebész szép dolgokat tud csinálni. Tehát az, ha szilikon... Valahol el kell kezdeni, Júli, kapsz tőlem alkoholos vércet, amiben majd a szaggatott vonalakat nem, adjál néhány zoktit, és betűröm magam neki, de kislánynak is azt csináltam. De akkor jobb érzékkel állapítjátok meg, tehát figyeled, hogy igazi lehet-e, vagy nem. Nem, hát vannak, akik túlzásba esnek, én nem tudom, hogy hogy állapítják meg, de hogy az is van, amikor a kicsibe teszel bele egy icipicikével nagyobb, mint amekkorát kellene, és azon már látszik az, hogy az szilikon. Meg hogy hogy nem természetes. Tehát az látszik rajta, hogy nem természetes. Nagyon sokan nagyon rosszul választanak maguknak implantátumon. Aha, mások meg úgy látszik rajta, hogy nem látszik rajta, hogy az szilikon, és akkor csak úgy az ember gyönyörű. Tudom, hogy te is tökre elszúrtad, amikor segimplantátumot rakadtál magadnak. Így van. Nem tudsz ülni, mert billegsz, mint egy Kejfej Jancsi. Nem, az volt a baj, hogy megázott korábban a katalógus, és így fel volt púposodva. És azt hitted, hogy az lesz a jó. Na jó, jött egy-két SMS, még ezekből is szemezgetünk, mindjárt jövünk vissza az SMS-ekkel és a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Hol van? Na. 3-4-10 lesz pontosan egy perc, szóval hello mindenkinek. Éva kebleit nézve szerintem egy hétig tejjel álmodnék, írja egy hallgatónk hozzászólva az előbbi témákhoz, ugye kikit néz meg, a nők a pasikat is, de inkább a nő a nőt, a nő a nőnek a mellét, kiderült egy amerikai kutatásból, hogy mind a férfiak, mind a nők női melleket néznek meg. Nem mindegy, hogy a nő hogy viselkedik, amikor ugye megnézik, egyébként igazatok van, nem kopik. A Júli hangja érdekes volt, amikor a mellekről beszélt. Benne is megvan a kettős vonal, írja. Hát, hála Istennek. Éppen szoptatok, szerintem ezt a dolgot túl misztifikáljátok, írja egy hallgató. Ha rendben van az önértékelésed, akkor a jópasi jópasi, a jónő bárkit nézel, írja egy hallgató, igen. Egy buli van a férjemtől, megkérték a kezem, nem adott, de jót mosolyogtunk. Sziasztok, Évi! Én nem vagyok egy jópasi, de mindig jócsaim voltak. És soha nem voltam féltékeny, de van egy Ferrari. Ja. ez így szép. Aki egészséges önértékeléssel rendelkezik, annak a szép a szép, tök mindegy, hogy férfiről vagy nőről van szó, írja nagyjából ugyanezt egy másik hallgató. Ez egyébként tényleg így van. Ha te a helyeden vagy önértékelésileg, akkor kicsit mindegy. Nem? Rámondod egy palira, rámondod egy nőre, mert nem zavar, hogy az a másik az esetleg jobban néz ki. Többször nézem meg a Wikit a netten, mint téged, Bali. Rajta van mit nézni, írja Bea, kösz. Nincs ezzel baj. Én is azt fogom mondani a feleségemnek, ha egy másik nő mellét nézem, ez olyan, mint egy műalkotás, te is megnézed a Dávid szobrot, írja Szabolcs. Hát, fene se tudja. Igen. Bírom a Julit adásba vele. Tök jó, amikor hatpasit csinálja az asszony. Legalább tudom, hogy jó nő. Na ez azért ez egy kicsit túlgondolása. Tehát amit én mondtam, az azt jelenti, hogy nem zavar az, hogy egy társaságban mondjuk a Wikit megnézik, sőt, nekem ez a dolog tetszik. Tehát ezzel nincs baj. Ez már egy túlgondolása, nem? Igen, tehát még nem feküdtek le, Gyugi. Igen, te a hálószoba, vagy az előszobában finoman veszed le a kis havas csizmádat, teszed a sáladat föl a kis fogassa, és közben már hallott, hogy a feleséged kicsit túlvezérelve mulatja a hálószobában az időt. Ha bemész, és nagyon nagy afroamerikai sráccal. A kávé rendel? Segíthetek valami, mert srácok, érezzétek jól magatokat? Lassabban, ne kapkodj, nem szeretik. Én imádom, ha nézik a csajom, büszke vagyok rá, írja egy férfi hallgató. Én is megcsináltattam a mellem. Szívesen elmondom, hogy miért tettem, írja Kata. Kata sajnos most nem tudunk visszahívni. Nézni lehet, csak ne kóstold meg, írja Joe. A mellfokozatai cici, mellcsőcs, fuba menj. Na jó, igen. A férfiak azért nézik a női mellett, mert szemből a feneket nem látni, írja egy hallgató. Aha. Igen.
Nem egyszerű ez a gyerek szülinap, ez bárhogy oltott meg, ez nem egy egyszerű. Mert túl sokat gondolkodtok rajta, hogy ki sértődik, mondjuk ki nem, sem érezzék jó magukat a gyerekek. Fussal. Nem kell meghívni senkit. Így is. Én szerintem meg kell azért. Nem kell rendezni szülinapot, aztán kész. Na jól van, 11-es főút Lányfalu végén Esztergom felé félpályás út zár, forgalom irányítás, aszfaltozás véget, átlagos várakozás 5 perc, türelem írta nekünk Fabandita, köszönjük szépen. Csabi, hello! Jó reggel! Szabi, reggel. Szabi, Csabi! Milyen Szabi? Hát végig turnéztem az országot múlt héten, ne vicceljetek. Mész is most pihenni, nem? Nem. Nem mond már! Most mit szólsz hozzá? Most lenyomsz egy teljes hetet? Hát egy teljes hétről azért nem volt szó. Elvesztettél egy fogadást? Te itt leszel péntékig, mert beteg vagy, vagy mi van? Hát gondoltam, hogy olyan régen láttalak titeket, hogy újra megszokjam az arcotokat, itt maradok péntekig. Csak a ti kedvetekért. Műsorvezető ennyit még nem ült Peugeot hátsülésen. Tehát És első ülésen sem. Kívülről belülről ismered ezt az autót. És ma ki fogjuk sorsolni majd. Illetve ma történik meg a sorsolás, és 10 után majd meg is hallgatjuk, hogy ki nyerte meg. Hoppá. Hoppácska. 308 napra. Az egy nagy dolog, az nagyon gaz. Az nem gyenge. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Az bizony, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, bocsánat! Hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Csabi, hello! Hello! Csabi, azt írtad ugye az UFO elviteles témánkhoz, hogy nálunk a faluban is elvittek egy tagot az UFO-k, mikor elmesélte, így kezdte a sztorit, aznap épp nem ittam semmit. Így volt. Hihető, írod mi. Így volt, igen. És itt hányszor vitték el, vagy mit mesél? Ezt konkrétan csak egyszer mesélte, de a mi falunkban volt már több ember is, akit elvittek az UFO-k. Hát minden sztori úgy kezdődött, hogy a kocsmából mentek hazafelé. Az úgy szép, igen. Csabi, te vagy a naphallgatója, küldünk neked sok szép ajándékcsomagot. Köszönöm, nagyon örülök neki, viszont az egyik szemem sír a másik nevet, hogy a bögrét azt kivettétek. Hát ez itt nem igaz ebben a formában. Érzékeny pontunkra tapintottál, mi is nagyon sajnáljuk, azon vagyunk, hogy legyen megint bögre. Lesz újra bögre. Hozzátok vissza a bögrét mindenképpen, mert múltkor, amikor naphallgatója lettem, tesó már is zarhárd a gyorsan. Már hívott is, amikor letettük mi a telefont, hogy neki kell a bögre. Már az mit jelent, hogy elkérte? Hát elkérte. Úgyhogy a bögrére hajtottam, de majd a sapkával is kezdünk valamit, akkor... Azt jó. Például rakd a fejedre. Nagyon szép sapkám van, úgyhogy majd nem tudom, valakinek odaadom. Lesz bögre. Jó dolgozunk az ügyön, hogy legyen. Rendben, majd megpróbálok legközelebb is valami vicceset írni. Jó, ha már kétszer voltál, most úgyse leszel egy ideig. Jó. Jól van. Köszi, okay. Csabi. Oké, okay, én köszönöm, srácok. Sziasztok. Csabi, hol hallgatsz minket helyileg, csak gyorsan? Én Pesterzsébet. Jó, oké. Okay. Köszi, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Erre az lett volna a jó válasz, hogy hát hol, hát elvittek az UFO-k. Most nem tudom. Csillagokat látok elúszni mellettem. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Tegnap a Kovácsáron műsorában, a Class 40-ben megjelenés előtt volt a premierje a Lady Gaga új lemezének, aki valamiért lemaradt volna erről a műsorról, szombaton az ismétlésben meghallgathatja, viszont erről az új lemezről az Applause szól a következő órában. Jó? Jó. Gagát szeretitek. Gaga az, a Gaga az jó. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, ha valaki szeretne tőle dalt kérni, itt teheti meg, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Class FM Morning Show.